Tell if it's a smoke on my breath when I blow. Just letting time pass, all alone infected. Can't feel connections, heart can't beat with the frost on top. And my blood can't flow when it's frozen, my veins I'm numb. Can't feel the pain or the love until I detox from the toxic. I crashed and I burned and I learned from mistakes in the past. Ice rain don't last, ice rain don't pass. But it's still gon' fall and you still can't pause. Middle fingers to the sky, gotta say fuck them all. I just be like fuck them all. Ice rain gon' fall, ice rain gon' pass. Ice rain don't last, but you still gotta roll with the punches. Fuck it, minimal discussions. Ducking in this frozen rain, lightning blade. Every night I smoke a blunt just to clear my brain. And the pressure's hella high, I'm fucking feeling insane. Anxiety, depression, that shit could get in the way. So I become a fucking phoenix, it just rise from the flame. Rise from the pain with the blood dripping, making my name. Making a way so you can probably cope and maintain. I'm showing you ways, I teach you how to walk in the rain. I'm saying, yeah, yeah, yeah. I'm a frozen rain renegade, bitch. Fuck what you say, I don't care about shit. Like, fuck what they saying. I don't give a fuck, cause it's motherfucking raining. Dripping, pouring. Niggas wanna talk, they ain't scoring. I'm freestyling up the fucking rip. And niggas wanna talk hella motherfucking shit, but I'm on one. I don't give a fuck, bitch, I'm on one. Got a blunt between my lips, I'm killing shit. On one. I don't give a fuck, cause these niggas is overdone. Rain wave renegade, you know that it's overdone. Ice rain renegade shit. Ain't feeling you, bitch. Hello, mi a helyzet, srácok? Hello. Ó, megjelentem azt a mindenit. Hát szevasz, Artik, nagyon szépen köszönöm a hostot, na, azaz. Mi a helyzet, uram? Bocsi, csak közben csekkolom még a webcamot. Mert szerintem egy icipicit így, egy icipicit így. Artik, nekem ilyen a szemem gyárilag mondhatni. Ez egy ilyen genetikai dolog, a fatoromnak is így néz ki, úgyhogy ez így ilyen. De amúgy nem érzem nagyon kipihenni magam még most se. Nagyon-nagyon helyes, Artik, nagyon-nagyon helyes. Fú.
Minden fiszi fasza, uram. Minden szép, minden jó. Kicsit ügyködtem a webkamerával, ugye? Mint láthatod, most már egy kicsit így... nem tudom. Igényesebb megvilágítást csináltam. Bár eléggé... eléggé vicces megoldás, de... De az a lényeg, hogy működik, nem? Na, addig, ameddig megérkezik még pár ember, lehet, hogy kicsit szórakozgatok. És most miért nem látod azt? Na, azért mondom, király. Ez single, uram. Tőzsdézni kell, tőzsdézni kell. Első külditől az összes pénzed mindig tőzsdire teszed fel. Lesz bőven. Hopi. De mondom neked, nekem ebben a játékban egy kevés órám. Úgyhogy mondjuk a 90%-a az multi. Sőt, 99. Így, nézd csak, mi van ott? Fúgyári, tuti, tuti fúgyári. Szevasz Csajci, mi a helyzet? Na, csak ide. Jól vagy, haver? Jó, a cicát megöltem véletlenül. Hát igen, Artik, ezt mondtad. Szegény cicús. Hol van? Állatmentőket hívunk. Instant. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are on route to... Szevasz, Kesu. Na mi van, Kesu? Mondtam, azt csak üzenet kiemeléssel fogadom el. Na, tökéletes. Jaj, de jó! Srácok, milyen a megvilágítás? Tényleg, most úgy őszintén, legyen nagyobb a webkamera, milyen a megvilágítás, stb. Most ilyen beállítási dolgok vannak, mert kicsit világosítottam, meg ilyenek. Amikor volt most egy kis szabadidőm. Kajak a szárnyát csíptem el a zét? Befullad ez a szar. Szevasz, Piro! Mi a helyzet? Na, mi a helyzet, srácok? Meséljetek. Mit, na, mi van? Na, őszintén. Világítás, webkamera méret, legyen-e nagyobb, nem ne legyen-e nagyobb. Jó, várjál, mit állítottam el? De hát ez mehet, mehet. Ez is mehet. Jó, az is. Menjen, menjen. Karbonmotor, ez attól mindenképp. Horn, hát nem érdekel.
legyen Laila. Best? Igen. Sport. Purple. Okay, igen. Hol is van? Itt van color. Salomon pink, az kell nekem. Full sötét, és így. Na, csak várom a srácokat. Nézd már ide! Ilyen gyárilag is a szemem, de amúgy... Mondjuk rá azt, hogy ki vagyok aludva. Nincs semmi különös, Piro, veled mi újság? Most pénteken megint 24 órás, persze. Hülye vagyok én? Én... A legközelebbi... Szerintem 12 órás lesz, hogyha lesz. Ha megéljük. De megmondom nektek őszintén, srácok, az ami... A 24 óráson történt, abban a legvadabb álmaimban nem sem gondoltam volna. Mire gondolsz, hogy 150 kell? Artik. Fú, még nem is mondtam nektek, és nem is mutattam még. Vasárnap olyan nem káromkodunk. Olyan rohadtul jó maszkot sikerült vennem. Anyád! Bocsánat. Nem, kikapcs. Igen. Arra akarok menni. Igen, itt. És indul. Nem hiszitek el, nem csatlakozik a telefonom az asztali gépes Spotify-hoz. És most induljon. Na, tökéletes. Ott az FB pontosan. Ó, elfelejtettem a kommentokat állítgatni. Figyeljetek, srácok. Nagyon-nagyon durva. És cseszettől jó. Nagyon-nagyon kényelmes. Ez a legjobb maszk a világon, kb. Így streamelek, mit szóltok? Ja, valaki követett Face-en. Nagyon-nagyon jó. Nem reklám, de a New York-i boltba vettem. Aztán kurva jó. Jó van, Kesu? Nekem azt mondjad, Kesu, hogy mikor jössz? Ne mondjad már! Hát csak fanolunk GTA-ba, össze-vissza, bármi igazából. Én most csak várom, hogy jön-e valaki, aztán addig elszórakozgatok. Nem tudom, lehet megcsinálok egy küldit. Most tudom, hol járok. Nem tudom, azt sem tudom, mi ez. He! Okosan! Köcsög. Hát én RP-zni nem nagyon fogok, ezt meg is írtam. Egyébként. De lehet, hogy inkább átlépek online-ba.
Ja, átlépek online-ba. Mert én úgy tudom, hogy jött valami új cumóka online-ba. De... Kövezzetek meg, hogyha tévedek, srácok. Nem? Hát jó, én több mint egy hónapja nem játszottam GTA-val. Még egy lámpát kéne szereznem, és akkor nagyon-nagyon fasza lenne a megvilágítás. Valami szar off-road kocsi? Hát... Ja, megnézzük. Azt sem tudom, hogy milyen kocsikat vettem meg utoljára. Én azért vettem egyébként ezt a maszkot, mert így, hogy vannak így össze-vissza óráim bent az egyetemen, így jól jön, mert tényleg ez is, hát hogy mondjam, szar egy ilyen nagyon nehezen levegőt vevős maszkba üldögélni, meg ilyenek. Kesú, hogyha itt vagy, át tudod húzni Artikot, hogyha belépett hozzám, mert nem abban a szobában vagyok most. Nagyon szépen köszönöm, Kesú. Hát annyit tudok egyenről, hogy nagyon-nagyon halk vagy, úgyhogy... Fú, olyan halk, rendesen alig hallok, majdnem, hogy a zene elnyom. Pedig az nagyon halk nekem. Hát egy fokkal. Mi nem tudok... Így? Na, így már egy fokkal jobb. Na, jó van akkor. Na. Fú, visszanéztem egy-két részt a 24 órásból. Ilyen 17 óra környékén már nagyon elhagyott a lelkem kb. Te kod, Kodnál. Kodnál ott már nagyon láttam így. Ezé. Amikor ott a... Ezért még kilőttél pár embert egy mozgókocsiból, hát persze. Hallod? Figyelj, ez így normális. Jó, hát... Mondhatjuk azt is, hogy számomra ez annyira nem újdonság, mert szeretek sniperezni nagyon. Jaj, tényleg, ezért... Nem is mondtam, srácok. Miért nem megy... Az a lényeg, hogy... ma... délután... Na végre. Volt egy pici időm, és akkor leültem szólózni egyet izébe. Mondom, nem hiányzik sok az éhez, az R700-hoz kifarmolom. Kifarmoltam az R700-at kodba, és úgy sikerült... De várjál, és úgy sikerült kifarmolnom, lett egy szólóvinem, az első szólóvinem a játékban. Nagyon-nagyon kemény volt. Nagyon-nagyon fosul kezdődött az egész, de megnyertem, és rögtön mondom, nézem a statomat, mert lefényképeztem gyorsan telóval. 6600 pontom lett, 10 killem, és 3135 damage. Miért nem tudok joinolni online-hoz? Hát a jó kis GTA szerverek mit vársz tőle? Én nem csodálkozom meg semmi, csak hogyha nagyon sokáig folytatódik, akkor inkább nem ma GTA-zunk, ez kész. Add ide! Rockstar klubból vett is mondani, vagy? Hú, majd rögtön megnézem. Search. Ugyanez, mint mindenhol. Váltakozva, tudod, és négyessel van. Oké, felkösök. Meg lesz, ez az! Ez
Ez fájt. Ez lehet, hogy fájt. Nem akarni. Neked sem működik az online? Nem az online, hanem hogy nem akar megtalálni téged social clubba. Nagy V-vel kezdődik? Igen. És az egy négyes, ennyi. Egyébként. Ja, hogy az négyes, akkor hát, miért? Mi más lett volna négyes? Jó, meg vagy. Hát a végén. Miért lenne a végén négyes? Nem tudom. Az ötös a kedvenc számom. Elvileg küldtem. Á, meg is van. Most örülök, mert tök jó kis chillers zenéim vannak a jezébe. Na, ez nem az a gomb volt. Nem vagy online-ba, hogy kügyém itt. Hát, hogyha be tudok végre lépni online-ba. Megint lokkolnom. Próbálj üldözni, nem működik. Megint le kell lokkolnom a start gombot, mert ez az a játék lesz, amikor folyamatosan le fogom izélni. Le fogom nyomogatni véletlenül. Na. Szóval, megvilágítottam magam. Ennyi. Ennyit csináltam, meg kicsit kisebbre vettem a keretet. Jóban ez így szerintem. Bár most tényleg várom az építő jellegű kritikákat, meg a beszólást is rá, hogy szar-e így vagy sem. Azt ennyi. Na, betöltött. Azt a mindenit. Csak sikerült. Lehet e-mailben hamarabb megkaptam a friend requestedet, mint amúgy. Játékon belül. Na mindegy, volt egy szóló vinem, és el se hiszed, mennyire megjött a kedvem a Z-hez. A kodozáshoz. Hát nekem azt jelzi Artik, hogy még nem vagy bent játékban, nem is tudok invet küldeni. Nem is jöttem. Ja? De nem voltam itt. Az úgy egyértelmű most már. Na, nekem azt jelzi, hogy nem vagy még az online-ba. Ja, meg nem vagyok. Ja, jó. Azt altabb, ez nem zárjuk be. Na, akkor elmondom még egyszer, hogy te is halld. Most megvilágítással, meg ilyen kis szarokkal elfoglalkoztam, aztán most kíváncsian várom a kritikát, meg mindent, hogy jó, szar, hát, cselecse. Sokkal jobb, mint 24 órásban, mert volt olyan alkalom 24-ban, hogy tiszta fekete volt minden. Hát igen. Azért online-ban sincs kevés pénzed, mit te mondjak? Van egy pici. Nem olyan sok az. Van új Forma 1-es autó? Ez régi, amire most nézel, az a kettő az új. És de mi a különbség? Hát gyorsabb, meg jobb a henni. A BR8 sokkal gyorsabb. A DR1, vagy mi a neve? Az meg lassabb, mint a BR8, de sokkal jobban kanyarodik, ez elektromos. A DR1 az elektromos? Aha. Az az E, a Formula E, ez meg a BR8-at meg lehet csinálni a Mercedesből. Hát akkor várjál már. Kidobok a francba innét két autót. Na, majd én is gondolkozok, hogy valami kis cheatet. GTA-ra meg kell pénz. Hát, megmondom neked őszintén, Kesú, ötletem se nincsen. Hát nem minden, most még lesz a izé decemberi update, de nem várok most már tőle semmit, mert ez a nyári update is olyan fura volt.
El lehet még adni autókat, amúgy? Persze, hogy el lehet. Csak már nem olyan nyer, mint régen, mi? Hát nem tudom, mennyire akarsz, mennyire gondolsz régennél, én 18 óta vagy 19 óta játszok. Hát én is, én megjelenés óta. 13 óta. Megjelenés után tán pár hónappal lett meg a játék. Ja, igen, a feléért adod el. Szóval megveszed 600-ért, akkor 300-ért tudod alapadni, és plusz még a tuningára. Hát most ez nem érdekel. De ez cheat pénz, vagy 13 óta ennyit lehet összegyűjteni? Nem tudom, mert egy része az, tudod, volt ilyen glitch, hogy lehetett pénzt zélni. Ja, azt én is csináltam. Nem cheat volt, hanem egy része az, hogy... hát nem tudom, volt valami glitch, azt hiszem, amivel sok pénzt lehetett összegyűjteni, azt haverra nyomtuk, mint az állat. Bogdan problem. Mi? Bogdan problem, ilyen helyszt volt, és én 1 milliókat kapta. Hát, azt, az biztos, hogy rengeteget, tényleg rengeteget helyszteltem. Haverra. Hát én a Pacificat vinném ki nagyon sokszor, de hát... Bárkit megkérdezem, azt mondják, hülye vagy helyszelni. Hát nekem mindegy, hogy melyik, igen. Mindegy mennyi. Hát most olyan egyes szintű vagyok, mint a rovadás. Szóval így megvettem ingyen Epiken, aztán egyszer beléptem. De hangos ez a játék. Jézus, van elektromos autó is? Már mióta? De várjál, valami sportautóval jött így el mellettem a csávó. Ez az a Lampada Tigon? Az nem elektromos. Akkor melyik az? Mert itt volt ilyen Porsche Taycan kinéző. Aha, azt tudom melyik, mennyi lejjebb. És akkor mondom mikor majd. Hát jó, csak az a baj, hogy live-ba később történik. Szevasz Gergő, mi a helyzet? Köszi. Mi a neve? Az előbb azt olvastam a Trax helyett, hogy Tampax. Mindjárt. A tekersz akkor majd mondom azt a maximum vissza a tekersz majd. Szuper ez. Az is elektromos. A Tesseract. Tesseract? Az hol van? Lejjebb volt, a kék alatt. Az a piros. Pegászi Tesseract. Ja, azt tudom, de nem az volt az, amit láttam szerintem. Tudom, az melyikre gondolsz. Ott volt, Fister Neon, azaz. Ne, jaj, tényleg basszus. Az a Taycan, csak elektromos. Hát a Taycan az elektromos. Ja, tényleg a Taycan az elektromos, én azért koppen, meg én a másikra gondoltam. Nagyon szépen köszönöm, Gergő. Hatalmas hát, pacsi ezért. Host az dura volt, az még mindig is. Hát, ja. Azért dura volt. És úgy visszanéztem a reakciómat, és így most sem értem. Tudod? Ja, hát... Szar rájöltetett Civi. Júj, ez a kipufogó, Jesus Christus. Hát így kell, nem? Persze. Egyébként megmondom neked őszintén, az nem menő, hogyha a leggányabbul összerakható autót GTA-ban nem gányúr rakod össze. Ja, hát ezt olyan gányul lehet összerakni a csinál. Egyébként, hogyha mondjuk át lehetne alakítani összkerékre, akkor még meg is tartanám, de így... Meg a másik szigliket is ki kéne hozni. Mindjárt letöltöm a cheat engine-t. El is adom a fenébe. Vagy... Szel. Régen volt, amikor lehetett utalni pénzt. Most is lehet utalni, csak nem úgy. Hogyan? Nem tudsz például, hogy most átutasz 10 milliót. Nyilván. Nem, az kell ilyen 10 000-eket. Na, akkor azt fogom csinálni, hogy most két autónak van hely. Feketébe megrendelem a penthouse garázsba a DR1-et. És
fehérbe a B, az RB8-at, vagy mi ez? VR8 az? VR8-ra, ha szürkére fested, mondom, le lehet tenni a Mercedes teamnek a festését, rohadt jól lesz ki. Ez kemény. És meg kell néznem, mechaniknál, Fister Neon, hogy van-e nekem olyan, mert nekem nagyon rémlik. Csak az a baj, hogy annyi autón van már ebbe a szarba. Jaj, de hangos ez a Forza-ne. Én meg se tudok. Hoppá, megöltem a csávót. Tűzoltóautók. Szóra. Mit csináltál, hogy bannolva vagy, Piro? Jaj, hát ez mi? Ez kukába való. Szerintem csak reszeteltek téged, nem, Piro? Vagy bannban. Na most reset áradat volt, ugye most volt egy új glitch. Egy 25 ezer dolláros garázst el tudta adni 2 millióért percenként. Micsodát? 25 ezer dolláros garázst. Igen? El tudtál adni 2 millióért percenként. Why? Annyit csináltál, hogy így session-t váltottál. Hát megvetted a garázst, kellett egy CEO, a fullos CEO. Igen? Megvetted a garást, változtál egy ruhát, session-t váltottál, és amikor rámész, hogy beváltod a garást, ugye veszel egy másikat, hogy be tudod váltani olyankor, akkor nem a garázs árát írtad, hanem a CEO árat, és így 2 millió percen jutottál. Megint megvetted, megint session-t váltottál, és így tudtad csinálni. Én 200 millióket farmoltam ki belőle. Trollkodás miatt bannoltak? De modmenővel trollkodtál, Piro, vagy csak így lődözted? Még mindig nem tudod be... Betöntött, Jesus! Várj, akkor... Audio, de rohadt gyorsan. Így. Meg display. Akkor grafika. Full screen. Mekkora... Jó, én behetszessem. Okés, kezdi kesú. Miért ölt meg a csáv, azt nem értem, mindegy. Van 2 millió. Hoppá, dik. De hogy honnan? Várjál, nem tudom, hogyan kell PC-n játszani. Egérrel meg billentyűzettel. Ó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen amúgy. De figyelj, hogyha nagyon-nagyon szeretnéd, kontrollerrel is lehet. Mindegy. Hogyan tudom annyit nézni a Rockstar menüt, ahol el tudom fogadni az inveket? Hát nem itt. Kidobtam a fegyveremet, várj. Ó, te! Nekem egyetlen egy bajom van ezzel a játékkal. Bármit csinálok, bárhogy beállítgatom minden, akárhogy szarra állítom az összes beállítást, csak maxon van a legtöbb FPS-em. Van egy 1000 szintű a session-ömbe, 519-es. Hibbe kell váltani. Azt a beragadó billentyű, köszönöm szépen. Hoppá. Na, az nagyon jó, hogy küldtél multiplayer invite-et, de hogyan tudom megnyitni ezt a Rockstar menet? Home gombbal, a billentyűzetelen. Home. Itt van. Ó, oh, köszi. És akkor social. És akkor friend request. Nem. Crew invites. Nem. Game invites. Accept. Oké.
Yes! Oké, Johnny nem akkor gyere értem. Session you are trying to join is full of players. Akkor escape. Teli vagytok. Mint a Daily Bus. Most keresek egy másik autót, eladom még azt. Fullon vagyunk? Nem áll. Akkor most... Nem tudom, hogy kell... Valaki mondja már el, hogy kell üres sessionbe joinolni. Hát invite only tudod csinálni, ha kell, csak ott nem tudunk visszajönözni, meg ilyeneket csinálni, ott csak hülyeskedni tudunk. Nem az lenne a lényeg? Akkor csinálok. Vagy nem tudom. Hát csinálhat. Olyan nem tudsz szupli meg ilyenek, szóval ilyen helyzeteket tudsz indítani, ha van kedved. Hát de úgyis... Csak izé... Így jön ja, mindenki, azt panolgatunk, nem RP-zni akarok, meg... Írtam is DC-n, hogy nekem ez a játék nem erről szól. Az nem GTA. Spyben te. Megnyilvésségük. Na, akkor csinálok egy invite only-t, aztán akkor... Valahogy rájövök, hogy jön invite-be. Íj, azt a grafikát te! Olyan szép a textúra. Elbasztom a csávot, mint az állat. Szegényke nagyon meghalt. És invite only. És tudnám, hogy miért van az, most is, hogy nincs FPS-em. Tényleg így lemegy az FPS ebbe a játék. Vagy ha nagyon szar lesz, akkor... Fogom, és játékot váltunk, nem érdekel. Elmegyünk kodozni. Na, itt vagyok. A vészink az felesleges, mert az csak FPS korlát, Piro. Home. Social. My friends. Meg ugye nekem 121-re kell korlátozni. És akkor hogyan tudok innen? Player action. Invite to a game. Hoppa. Na, király. Küldted is? Valami autót. Hogy mi? Mennyi pénzem van? Ezt hogyan nyitom meg ezt a kis menüket? Ja, nekem izé... Control, Alt... Jó, akkor maradunk a kontrollerre, mert ez így nem megy nekem. Biztos, hogy nincsen, nem szoktam kapcsolni sose vészinket. 121 Hz-nél felesleges. FX-a, kétszeres MS-a... Off. Option. Setting... Keyboard and mouse. Keybinding, azt kell nekem. Nem tudom, mit lehetne állítani. Nézzük meg az Nvidia TX-ával. Z. Nem, az az írás. De érted, 50%-on megy a izém. Miért? Lehet az lesz, hogy fogom. Elengedem. És van egy olyan valahogy... Restore to defaults. Az. Na, itt van, ez mindent rácsesz. Jó van, hát akkor újraindítom. Majd szólok, hogy küldjed, jó? Oké. Okay. Addig olvasom a chatet. Na, akkor tényleg jó így lámpával? Egyébként. Artik. Szerintem így jobb. Na jó, hát én örülök neki. Kicsi árnyék van a fejem mögött, de az a baj, hogy azzal nem tudok mit kezdeni. Nem sokkal mint a 24-es, szóval volt olyan a 24-esben, így már a hajnali fele, akkor még, amikor még ott voltam. Ilyen full sötét, ilyen vak sötét volt kb. A kamera. Hát, ilyen. De az a baj, hogy a 24 órásban nem is lett volna jó, hogyha szétégeti az arcomat, tudod. Miért tudom megnyitni a kis menüt? Mivel így írja a pénzt, meg a playereket, meg így minden. Context Action E. Hát, nem az E. Mire gondolsz, Piro, hogy milyen volt a 24 órás után ágyat cipelni?
Fú, halljátok, életem legnagyobb szenvedése volt ez az ágycipelés. Azt a mindenit, azt hittem összeesek. Hopp, megvan. Ja, mert magyar billentyű, és akkor itt nekem az Y. Bazz. Hát az ágycipelés az... Kín volt kb. Na még azt kell megtudnom, hogy célzás közben hogyan tudok dodge-olni. Kontroll leszem? Belefeküdni az ágyba, meg megmondom neked őszintén, nem éreztem különbséget az eddigiekhez képest, mert... Azzal begoogolok. Caps lock. Még tudok egyet én pördülni. Mert... Belefeküdtem az ágyba. És instant, mint akinek elvágták a izét. Veszek egy autót, mert van 2 millió. Melyik a telefon? Aha, ez. Internet készülék. Dynasty 8. Na! Érted? És feltettem fullra, megvan a 120 FPS, minden. És be volt téve 60 Hz-re a monitor V-Sync-kel. Legendary Motorsport, de... Na, lépek online-ba és szólok majd, hogy küldheted az invet. Oké. Jaj, lehet, hogy takarítani kéne ezt a monitort lassan. Fú, nem tudom, követed ezért a PCX-et? Én? Aha, YouTube-on. Néha szoktam nézni a gépépítéseket, igen. Na, mert most egy 3080-at sorsolnak ki. Az anya úristen, itt várjál, jelentkezik. Gyors YouTube. Hát hagyjál, az 200 FPS kódba. Ja. Úgyhogy... Úgyhogy ajánlom, csináld meg, bár nem most csináld meg, mert nagyon szopó megcsinálni egyébként rendesen, ahogy mondják. Úgyhogy, ja. Videók. Ha megcsinálom, akkor várjál, melyik ott. De nem most csináld meg, mert... 380. Tudom, nem most. Csak menj le, legyen neked is esélyed, tudod. Hát, nem szoktam nyeregetni, de az élet. Piro, megmondjam, legyen szabad a gazda, megmondjam, hogy hány az élet. Deb lett a 24 óráson? Hú, pontosan, mennyi, szám várja. Szerint? Na várj, ez VIP-ra mennyi, várja. Mennyi deb volt? 20. Várja, megnyitom. Én egy 20-ra tippelek. Wow! Nem gondoltam volna, hogy ennyi. Amúgy. Több mint 20. Persze. Jó, van, hát a... Stream végéig várom akkor a tippeket. Vagy stream végéig mindenki átgondolhatja, hogy mennyi. Szerinte. És akkor... Aki pontosan, tizedre pontosan eltalálja, az kap. De most kicsit úgy tűnik, mint hogyha kiégne a fejem, úgyhogy lehet kapcsolok egy másik lámpát. Bill? Veszek egy erős utat. Thank you. Ez a küldjek én vett amúgy? Na, itt vagyok. Küldjek én vett? Küldhetsz.
Okay. Na, okay. Már nem ég ki a fejem? És nem, és jó. Legalábbis én úgy látom, Piro, erősítsd meg, hogy nem ég ki a fejem, légy szíves, ha erre megkérhetlek. Meg is kaptam. Oké, okay, oké. Okay. Kérem, hogy milyen grafikai beállításom? Ez normál, meg ez mi? Jel... Mit csinálta? Ez OpenWheel verseny. Amire kap... Ja, ez... Rosszat fogadtam el. Francba. Az jó. Nem baj, nem baj. Multiba vagyok még. Tex... Nem kaptam invet. Tudod mit? Leegyszerűsítem a dolgot. De nem. Nem tudok feltenni high-ra a grafikát. Hode? Hát ez sárga. Egy pillanatra azt hittem, hogy megállt a webkamera kép. Nem, itt a kaszinó körül nincsen valami FPS. Jaj, mert itt meg bent van ezé. Az a hülyeség. No, arra sem tudom, hogy a GTA-t a grafika settings-hez, szóval hagyom faszulni. Pedig olyan szép a textúrája, hogy mindjárt... Aztak. Tab. Hát nem ez a gomb az. Y. Na, ez az. Megjött a kicsi kocsi Suzuki. Na, szóval... Az az egyetlen probléma, hogy nem tudok hozzá joinolni. Megpróbálok meg egy invet küldeni. Küldtél? Aha. Hát gyorsan. Én nem kaptam. Hát ez... Social Friends Ventrox Player Invite Game Information Game Invite Sent to Ventrox. Jól írtad le a nevemet? Hát bejelöltelek, és itt a social-be mentem. El is fogadtad az én vizet. Várjál, social, friends. Mi a rádió gomb? Én csak invájtolni tudlak a géphez, de miért csak invájtolni tudlak a géphez? Nem tudom. Na, mondjad már, hogy kell másik session-t csinálni. Kimész story-ba, join GTA online, és ott van egy invájtolni session. Ah, várjál. Akkor visszamegyünk Frankire, Franklinire, Lini-Lini-Lini-Liria. Még feltöringulom ezt a kocsit. Piro, persze, mert 3 óra után muszáj voltam újraindítani a streamet, hogy megpróbáljam legalább megcsinálni a sound alertet, de valószínűleg ezt még streamen kívül próbálkoznom kell majd. Igen, és akkor online, igaz? Igen, join GTA online, és ott van egy invite only session. Play GTA online? Igen. És ott ki tudod választani, hogy miket csinálsz. Invite only session? Áh! Csak az, hogy jönni, aki a barátod, vagy csak az, akit bejelölsz rendnek? Áh! Áh, szíííí! Piro, az első 3 óra külön van, utána meg van egy 1-17 órányi folyamatos rész, ahol csak pisilni mentem el. Na, és akkor kell egy olyan nekem, nem hogy... Nem tudok semmi upgrade-et tenni a kocsira. Ja, mert kicsi vagy. Hát... Küldtem invet, remélem te megkapod. Megkaptam. Na, végre. Na és akkor kell nekem egy Fister Neon, miért nagyon tetszik ez a kocsi feketében. Programot Cheat Engine letöltésre, ez is beaktiválása. Ja, mi? Mit
Mert a PC szerelem jó, ó, menj már, most már van benne, hát, egyes vagy kettes Golf is, meg Mitsubishi Eclipse, ja. Ez az Impotebeater Dux. Ben vagyok. Ó, hát ben vagyok. Mi az Impotebeater Dux? Hát, nem. Ez nem a sima Dux lenne egyébként? Ja. Hol van? A legfelül volt. Második sor első. Most nézem vissza, hogy van-e benne régi. De itt van Impotebeater Dux benne régi. Van újfajta Dux a játékban. Hát ez akkor egy szöngadalom, ezt jobban lehet fejleszteni, nem tudom. Vettem a kaszinó bérletet? Ezek szerint? Mindegy, most bemegyünk a gariázsba. Jövök oda. Very easy old dog. Nyolcsan kaszinóra. Penthouse garázsa. Hát szavaz Kristofu, mi a helyzet? Hello, hello, hello. Na. Mit kéne itt megsemmisíteni? Te mi vagy? Hellfire, Gaulet, Hellfire, Muscle. Ha a modern, az akkor rohadt jó. Azaz. Micsoda? Ha a modern változat, az akkor jó. Nem tudom, valami furcsán néz ki azért a motorház tetején, így a kép alapján. Mert ugye össze lenne törve. Meg részletek is olyan, hogy ez egy szarra ment autó lenne. Ú, menj már, ez tök jól néz ki. Fogom, mindig meglepődök, hogy felnézek a bal felső sorokba, és olyan hőmérsékletek vannak a gépben, a cuccaimon, hogy ez hihetetlen. Ilyen 41 fok a proci. Zoomnak számít, nem? De. Ja, zoomnak számít. Aha. Hú, még egy Forma 1. Ezt tuningoltam már, igen. Jaj, még itt van az. Jó, hát akkor amíg megjön a kocsi, elmegyek a Taycant megcsumázzuk. Nem tudod megszámolni. Ó, az valami nagyon szép Audinak néz ki. Gyere, sőt. Gyere, cipőzzük meg! Pisztolya, gyere! Ne, kézzel, meg kell cipőzni! Hát ez meghalt egy ütközésbe, menj már! Hadd, halott az ütközéstől. Most már biztos. Ijaj, neked van ilyened! Nem tudsz eltalálni. Ó, eddig tartott, shit! Hogy elhitted? Hogy elhitted? Na, már is arhenemi vagy. Sokáig tartott. Ú, de ortolós, menj már! Már, na, mit csinálsz? Ez, ő mondja, aki neki megy a szembe a csimtek. Nem láttam, nem mit kocskaringózol? Istenem! Nem látod, hogy piros a lámpa? Te is, menj arrébb! Kicsit gyorsabb ez az elektromosszor. Mert neked nincsen maxra húzva. De... Piro, az a probléma, hogyha vissza szeretnéd nézni a chatet, az
az utólagos chatbe úgymond, amit te látsz, abban nem látszódnak a pontkéréses cuccok, csak az üzenet kiemelések. Ez buktatíró. Úgyhogy... Úgyhogy ezt csak én tudom megmondani nektek, hogy pontosan mennyi vagy van. Vagy Piro fel tudod vendor szakját, és akkor meg tudod mondani. Ha persze. Nem tudja, mert két lépcsős izé van. Belépés. Úgyhogy ezt senki nem tudja. Valami tudok erre a szarra rakni egyes szintűen? Semmit. Egyes szintű dolgokat. Tudok egy karbon. Nem kell rá, ezért duda sem kell nekem. Miért nem értem, hogy miért nem alapból xeon lámpás. Legyen purple ez is. Mirrors, érted? Mirrors. Ez lesz mod fekete. Nem, metallic. Ja tényleg festeni tudod szerintem. Azt tudom. Carbon Black. Hol van a... Purple! Most tudom mutatni. Na, nem, hát már elmentem rajta. Itt van Midnight Purple. Ó, oh, Bright Purple kell nekem. Whispray megvolt, Skirch, Carbon, természetesen. Így menj már, ilyen spoilerkák vannak erre, hát tegyük rá hát a legnagyobb. Ennyi volt, egy szín meg egy kerék. Hát legyen egy kicsit visszafogottabb. Porig ültetve. Természetesen. Sportfelnivel. Ó, ez. Igen. Color az természetesen csak is a buzi Salomon Pink. Golyóálló gumival. Fekete... Nem. Nem, itt is izé. Lila füsttel. Ablakok teljesen lesötétítve, és kész. Ezt nem lehet motorikusan tudingolni, nem már. De nézd már! Kézifék! De várjál, kézifék. Gáz meg fék. Kicsit gyorsabb az, hogy mondjam. Na, hova megyünk? Gyorsuljunk egyet. Lámpától lámpáig. Gyorsuljunk egyet úgy, hogy olyan alap ez a szara. Ezen meg nincsen semmi tuning. Na, jó, attól még elektromos. Na, a zöldre vált a lámpa. Jössz már? Okay. Figyelj már, nem felejtettél elindulni a zöldre? Ja, nem azt mondtam, hogy zöldre indulunk? De azt mondtad. Úgyhogy tudod, hogy alapszarra, az meg elektromos, és még így is lehagy. De nagyon szarul irányítható. De rendes ilyen zümi-zümi hangja van. Megyek kasszinóba pörgeti. Ne, neki mentem. Jaj! Bementem, kész, szia! Pont bementél? Igen, és most szétbeszed az autómat. Miért tenném ezt? Úgy sincs pénzed megjavítani. Dehogyis nem, van egy millám. Hogy mennyim van? Egy millió kettőm, de hogy honnan, ne tőlem kérdezz. Ja, a belépésért lehetett kapni. Oh, mi ez a szar terepjáró? Én mondtam. Nem értem, miért nem lehet ide bent futni. Meg leütni bárkit.
Spin the wheel! Na nézzük! Így. Mystery. Nem. Hát az jó, hát húja! Hát annyi szintet lépek. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hatos lett. Jól megpörgettem. És mire megyek ezzel? Ah, 200-as lettem. Az. Menjünk már blackjackezni, ugye várjál, most kiveszek 50k-t és menjünk blackjackezni. Nekem van 100 000 zsetonom. Speak! Akvaja chip, stop. Mert csak 20 000-re tudok, mert nincsen izén. Nincsen lakásod? De igen, már van 3-as szinten lakásom. Van? Dehogy van. Miért nincs? Nincs rá pénz. Mire nincs pénz? Lakásra. Mit dumálsz? Vigyél le a helyedre. Milyen szép ez a golyó ott a vállamba. Igen, van. Nem látok semmit. Na! Azt mondja, ide nem tudok bejönni, mi? Nem kitiltanak. Hát te biztos! Én simán. Figyeld! Most veszek neked egyet. Azt mondja, mit? Bam! Diamond Casino. Penthouse. Szerintem nem tudsz semmit venni, mint ennyi pénzre. Nem, hogy tudok. Adja meg kettő, 1 millió 2 000-ért. Ja, 1 millió 5 000 az alap, értem. Akkor mehetünk tovább. Ahhoz még sokat kell nyerned kártyán. Én visszahozom, figyeld. 25 000-ből csinálok 300k-t. Na, hajrá. Merre mentem? Hol van? Erre. Én épp azon gondolkoztam, hogy melyik 3 milliós autót vegyem még meg. De jó, hogy én neked tudsz gondolkozni, meg mindjárt csóró leszek nagyon durva. Ja, a VIP-ba nem tudok jönni természetesen. Melyik VIP-be? Hát ahol 50 000-es réteget, ez free card poker, ez is free card poker. Itt a blackjack. Ploy. Íh, de szép a textúra. Áh, ki tudom olvasni, Diamond Casino. 3 000. A bet. Aha. Figyelj, ezt felrak 50k-t, figyeld. Hát nem. Hoppá! Nem lehet annyit feltenni. Page down, az melyik gomb? A page down lesz a base down. 14. 14-re kérjek, hogyan kell? Azt mondja, stand hit. Bászt, köszönöm szépen. Nem tudom mennyi van, nem figyeltem. Nem igaz. Túl nagy volt a lap. Na, akkor... Mert egy 5 000. Itt gyorsan csóró leszel. Nem baj. 4. 11. A Rod Knight 10-es tes. Gyere. Gyere. 17. Stand. Azt nem látom mennyim van. Page down-nal kiírja a bal felső sarokban. Yeah, ez az! Gyemet, csak elbukom azt a kicsi pénzem is. 19-et osztatot maradtam. És jó is volt, mert akkor a kártyát húzott, hogy szerintem holnap se, holnapra is elég lett volna 21-hez. Szerintem menjen fegyverboltba.
Még lehet, ne, nem, ruhaboltban már nincsen most ezért jó cuccok. Múltkor néztem talán. Nincsenek nagyon... Jó kis festések. Na, kíváncsi leszek, hogy fejtetőn lesz a kocsim. Ja, én nem borítottam fel direkten amúgy. Exit Chosinu. Na, itt van. Na. Lamar. Kesul. Most már fejtetőn van. Ezzel is indulok, ennyi. Szia. Legalább nincs, figyeld, nincs, hát egy kis levegőhoz kell. Mármint úgy érted, hogy nincsen ajtód? Figyelj. Kettő ajtó volt, abban mind a kettő leszakad, de belefér. Á, most annyian meg vagyunk két ajtó nélkül. De hát persze. Ja, kiviszem az új autómat, az új szerzeményt. Nekem jobb, nekem másabbnak tűnik. Bár, hogy a motorvezető az hogy össze van gyűrve, az hihetetlen. Te hol vagy most? Fegyverboltba. Megyek. Az, ja, hogy semmit nem tudok venni, csak egy mikrosemgét. Azt tetszik. Akkor ezt feltuningoljuk. Hogyha jönne ezt még valaki... Ha jönne még valaki, akkor... És behúzza elém a kormányt a nyomorék, nézd meg! Ott van a Combat PDV, ez jó. Drum, flashlight, deep, scope. Szívedobb shotgun. Milyen jó visszaadatszik, hogy csapkodom az Entert. Hát, ja, mert úgy csapkodod, mint egy... Jó, ennyi, most már van fegyver, amivel lelőhetlek. Ijaj! Ne! Ó, te! Elkaplak, kipróbáljuk az új szerzeményt. Hol van? Azt mondja, hogyan kell váltani fegyverek között? Várj már! Jó, van robbanó sniper-ed, de megy már innen. Nem tudok fegyvert váltani. Nyomjad a tabot hosszan. Igen, de a micro SMG-nél van egy második, ami fel van tuningolva, és az... És görgő. Görgő? Oh, thanks. Jajajajajaj. Na jó, majd jövő héten, amikor már 400-as szintű lesz. Elhúzik, jó, amennyi is. Muszáj, mert a zsaruk rajtam vannak. LSPD. Nem, amikor mi vagány ruhát vannak. Ha neki megyek véletlenül rendőrnek, az közel volt. Úgy dülöngél ez az autó. Szerintem ez azért kerül ennyibe, mert amúgy úgy van megcsinál, hogy a jóhoz képest minden szar benne, tudod. Jaj! Na. Milyen ruhát vegyek fel? Az jó lesz. Hol van? Ez. Az ilyen kis... casual. Gyors. Megjavítjuk a kicsi kocsit.
Ez tetszik. Nem? Nem az maradhat? Még egy 7:30-kor játékról elmegyek. Még egy óra. Mit csinál? Még egy 7:30-kor megyek, mert suli meg mindenféle jóság, azt nem mennem kell. De még streamen itt maradok. Jó, de... Lehet, hogy én akkor elmegyek majd kodozni inkább egy kicsit. Most az nagyon-nagyon lett kedvem. Vagy nem tudom, hogyha itt van esetleg Cashew. Mondom, itt van esetleg Cashew. Hí, de drága ennek a szarnak javítása. Hol a No Rádió? Köszönöm. Gerárdos misina köz van kedved? Nem tudom, hogy melyik az, úgyhogy... Ilyen kokó, ellopás, meg ki kell szabadítani a... Megnézhetjük. ...meg ilyen hülyeségek. Ha szeretném, megnézhetjük. Ez is pár szintet, akkor húz rajtam. Kaszinó helyzet, azt beadnék. Tudod, mit kéne megcsinálni? Criminal Mastermind Challenge-ot. Hú, az melyik is? Azt, hogy az összes apartment helyzet halál nélkül ugyanezzel a crew-val. Jaj, tényleg. Bár neked úgyse kell pénzt, szóval teljesen mindegy. Nekem mindegy, ja. Engem annyira nem izgat. Ez már semmi. Micsoda? Ez a 12 millió, az már semmi. Hát, nem sokat számít, 12 ide vagy oda. Na, azt mondjuk, csak úgy kell indítani. Ide be kell jönni. Bam! Enter. Mit kell lett ezen ezért javítani? Nem baj, teszünk fel egy... Hát... Ilyet. Na, hol vagy te most? Elindítom a mission-t, és akkor beinvellek. Vagy nem tudom, Maya. Closed, my friends, from friend list, Ventrax. Amivel kaptál nimmet a telefonodra. Amúgy nem tudom, mennyire hallatszik a háttérvajzim. Vettem volna armort, köszi a várakozást. 117 000 dolcsi lett volna csak az, hogy megvegyem az összes lőszeremet. Menj már! Ez jó dolog. Figyelj csak, nézd! Van egy figyelj, valamelyikre menjél, nem, valamelyikre elindulok. Itt a partra. Jövök a partra. Hogyha te a parton mész, akkor én a másik irányba indulok el. Na jó. Kár, hogy ebben nem lehet a futóművet keményíteni.
Hú, mennyien vannak itt. Ki kell jönni őket? Aha. Jó, nem kövire. Nem kell kinyírni mindet, nem? Hát elég azt a szalva a henchment. Jövök itt a fegyverbolt mellettire. Végre egy autó, ami elég jó driftel. Na, a Benny's Custom és Bravado Banshee-val nagyon jókat drifteltem még boxon. Fú, van egy Hikachu Drag, az nem Hikachu Drag, az a motor, van Drift Tampa, azaz. Jaj, izé, ja. Attól annyira sokat vártam, hogy ó, az összes kanyart keresztbe le lehet vele írni minden. Dehogy lehet. Dehogy. Legalább akkor úgy állították volna be, hogy mondjuk az eleje tapad, a hátulja, nem tudod. Mivel jól lehet drifteni az az izé? A másik ilyen driftes cuszi. Nem tudom mi a neve. Meghaltam. Benny nincs rakéta vettem. Jó, az is meghalt. Q-vel lehet fedezni, ja, igen. Elbújt a francba a kis szemét, én megfogtam, azt feldobtam annyi gránátot, amennyit találtam. És annyit, amennyit jó ötletnek találtam, tudod. Hát, valami ilyesmi. Jó, már se teljesz. Hajra. Nem, be volt bújva a bokorba. Még ezt is meg kell lőnöd. Egy izényereményjátékre jelentkeztem, a Lego Lamborghini Sian, az a nagy. Micsoda, mit csináltál? Nyereményjátékre jelentkeztem, a Lego Lamborghini. Hú. Most jött ki az a jó nagy. Bele is tudsz ülni? Igen, el is indul és megyek vele. Azzal megyek a parádába. Amúgy tenném hozzá, hogy valószínűleg idén lesz egy... Ne, a LEGO stream az lesz, fixen, viszont lesz egy ilyen rendhagyó sorsolás. Nem. Ez fent lesz valami emellettem, mert nem láttam úgy. Vigyázz, az egyik a bokorba ül. Meg fogsz halni. Na szóval. Jól van, Piro.
Lesz egy jó kis... Na szóval lesz nálam egy jó kis nyereményjáték. Annyi lesz a nehezítő körülmény, hogy azokat szeretném majd megjutalmazni, akik szubok. Nem, tehát különben nem veszek benne szerintem. De, Prime-mal fogyatkozok. azokat... Mit jössz nekem, te? Hülye gyerek. Én is neked megyek, nézd meg. Na, Nessa. Mit értél el vele? És mi lesz a nyeremény? Hát most ez még ötlet, de... Ha már szubok, és ha már az első szubok között vannak, akkor én azt gondoltam, hogy... póló lesz az. És olyan póló, amiből mit tudom én, lesz összesen 4, 3 vagy 5 darab talán. Attól függ, hogy mennyire sikerül jól a design, meg stb. Meg hogy sikerül nekem kivitelezni az egészet. És hát igazából én erre gondoltam, hogy póló lesz, de így mit tudom én, az, hogy te vagy a legnagyobb faszú, nem tudom, valami ilyesmi. Hogy még ma... De nem venném fel. Van egy nem. Insurgent, vigyázzon. Nincsen gránátvetőm. Miért nem adott be végre azt a hülye fejet? Neki se. Na végre. Majd egyszer biztos felszabulás, nem tudom mikor. Na, az megvan. Ez most komolyan fent van? Nem. 24 euró a harmadik fokozat. Jesus Christ. Hát az mindenhol annyi. Most 20% kedvezmény van az első előfizetésre. Jaj, az leesett! Menj fel létre. Hát tudom, csak... Bár lenne rakétavetőm. Vagy gránátvetőm legalább. Tudsz venni amót. Hol? Interaction menü. Igen. Inventory. Igen. Amu. Heavy gun. A weapon type-nál kiválasztod a heavy weapon és grenade launcher is ott van. Heavy weapon? Aha. Grenade launcher full amu. És akkor kész van. Full amu van a grenade launcherbe. Annyi, hogy a MK2-es fegyverekben nem tudsz amót venni itt. Hát azt tudom, de abban sose. Na. Még amíg LEGO nagyon tetszik, ez a Land Rover. Mint a dövjárik rögtök ki most. Drágám, mert még vannak. Még egy darabban azt a főboszt kell kinyírni, azt utána mehetsz. Piro szuboknak lesz majd egy póló. És miért lefteltem? Kicked out the session. Idől túlulunk, már nézem a streamet.
Valószínűleg, de csak azoknak, akik benne, hát mindegy, azok, akik idén felszubolnak, ennyi. Te itt dumálsz? Vagy lent? Szerintem lent. Jaj. Hopp, ez a fürdő. Szelfit csináltam. Ennyi volt. Kírom, hogy valaki tud droppolni. Micsodát? Pénzt. Hát megint itt van egy 6000-es szint összesenben. Ez a köszönöm, te kettes. Hát, de akkor így nem kaptad meg az XP-t. Amúgy. Hát, így nem. Fú, ide utal, mint a fér dobálgat össze-vissza. Na, mindegy. Akkor bejövök. Home. Ja, Piro, annyi reményjáték mehet fel Instára? Hát, meglátjuk, meglátjuk. Még egyelőre találjam ki, meg karácsonyra szeretném úgy már 100%-ig, csak ez egyelőre egy ötlet egyébként. Aztán, hogyha azt mondjátok, hogy jó, meg valakinek tetszene, meg stb., akkor lépünk majd tovább. Ennyi. Más nem tudok erre mondani. Ja, a kép, tényleg, ja, igen. Na, melyik a free play vagy? Kiléptem, free-be. Én nem tudom mit kéne csinálni, mert ez így egy kicsit uncsi. Na, még van egy fél óra, mostan vagyok. Holnap lesz stream. Holnap biztos, hogy nem lesz. Nem nagyon tudok R6-ozni, viszont ha a gyerekszobával összerakjuk a dolgokat, akkor, hogy vagyunk annyian, meg ilyenek, akkor lehet róla szó, bár én nem vagyok egy őstehetség abban a játékban. Megvettem megjelenéstől, de nem fogott meg. Nagyon-nagyon cséks voltam akkor. Rettentően. Tényleg mondom nektek, hogy én sas 2 voltam, amikor abba hagytam a csét, és akkor is olyan statjaim voltak, mint amik most egyébként kb. Most Silver 1. Micsoda? Most Silver 1 voltam. Mikor? Most? Hát, most? Meg mindig is? Vagy nem voltál nagyobb Silver 1-be? Nem tudtam nagyobb lenni. Én 10 meccseket nyertem, kb. Huzamba, ilyen 20-as killel, 10 halállal, még amikor nagyon csés voltam, semmi. Hát figyelj, nekem volt olyan, hogy ilyen 50k-m volt ezébe. Sheriffbe, meg sasba is egy meccsen. Úgyhogy nekem az mondhatjuk, hogy ment egy icipicit, tényleg csak egy icipicit. Na megint már szeszünkbe volt, hogy ugyanabban vagyunk? Nem tudom, nekem még tölt. Na egy pill. Szevasz ember vagyok, hello. Jó,
renegade shit. Ain't feeling you, bitch. Cső ember vagyok. Mi van? Mit beszéltem már? Ó, még nincsen leszterem ennyi, ekkora szinten, ez nem jó. Fa-il. Loptam egy tök jó kocsit. Jaja, annyira pörög ember vagyok a loading screen szimulátor, hogy rögtön gondolkozok, hogy átmegyek valami másik játékra. Csak nem tudom, hogy mire. Meg kellett lehúzni tetőt. Kabrióknál. H-val hosszan, azt hiszem? Ja, meg kell állni hozzá. Ja, igen, az a jó, most nem állok, hogy majd nézzük meg őre. Hosszan. Hosszan. Ó, lehagytam őket, jó. Szerdán mire? Mi a törzs? Ho-ho-ho-ho, hosszan, jaja. Nem tudom. Még tényleg nem tudom. Gondolkozok nagyon erősen, hogy mit kéne. Nem tudom. Jó kis valorontot. Az baj, nem szeretem a valorontot, tényleg. Akkor inkább már csézek. Szerdán kod? Az is mehet. Mondjuk én most is kodoznék. Nagyon. PS6 unboxing ember vagyok. Wow. Az a következő gen már most. Jó, figyelj, nekem ez loading screen simulator lett, úgyhogy én átlépek kodozni. És lépek kódból, játékból, vagy kettőből. Ha a többieknek nincs ellenvetése, akkor én inkább akkor... öt nap aztán jöhet a beta Cold War-nak. Adom. Biztos, hogy akkor lesz? PS4-eseknek, igen. Jó van akkor. Azon is megyek meg, meg gépen is megyek. Ja, gépen nem biztos, hogy megyek. Miért nem? Szerintem nem nagyon bírna a gépem. Nem tudom. Hát figyelj, Intel i5. RTX 960 és 16 GB RAM. Mármint GTX 960. Akkor GTX. Tizedik jön lesz PS4-en, de viszont neked előrendelő búza gyerek. Neked 8-ámat tudod nyomni. Ember vagyok, volt szóló vinem kodba! Fél, nyomjál egy szólót, vagy kettőt.
vagy 3, uh-huh. nem tudom. Egy 30-ig végzés, akkor még lesz 30 percen nyomni. Mi? Nem értem. 30-ig végzett, 19-30, és akkor még lesz egy 30 percen nyomni kodot. Hát ahogy gondolod. Akkor a Discordodig lelépek. Jó. Most plándorozok, srácok. Ember vagyok. Most én plándorozok. Éppenséggel azért, mert meglett az R700-as. Lent láthatjátok. Megvan az R700. És most azt szeretném húzni, mert szeretnék rá egy kicsit jobb szkópot. Köszi, 10 killen volt amúgy. 10 kemény kill. Nagyon-nagyon durva volt. Mi van a 10 kill-lel, ember vagyok, most ezt miért így ez éled? Ó, és hátba lő! De miért kell hátba lőni? Ja, 10 kill meg 3000 damage-em volt. Nem, most már úgyse érek le. Ebben vagyok, szóljál már rám, hogy megyem majd ki a... ezét. Szendvicsemet, mert át van fagyva. Hello! Hello! Hát akkor kilépek inkább, jó? Ne lépj ki, ne lépj ki, ne lépj. Mert? Mert vettem egy új egeret, és még be kell állítanom rajta a DPI-t, meg ilyesmit. Ja, mit vettél végül? Mondom, csak tele van a szem. Azt mondja, egy... HyperX Pulsefire FPS Pro-t. Hát hova lett a izé? Hova lett a Logitech? Hát utána néztem, és kurva nehéz a Logitech egér, de nagyon durva. Uff. Szóval kipróbáltam, mert volt bent nálunk a cégnél egy 502, és az rohadtul nem tetszett, mert nagyon-nagyon nehéz, és egyszerűen rántottam az egeret, nem tudtam megállítani azon a ponton, ahol célozni akartam. A 402-ről meg rosszat írtak, hogy hamar elkopnak a gombok, lejön az oldala, meg mit tudom én. Érdekes. Utána ugyanez, akkor játszottam a... Amikor vége a mesnek, ember vagyok. Játszottam a SteelSeriesnek a gondolatával, SteelSeries... Mert a SteelSeriesek azok nagyon-nagyon jók. Hát jó egerek, eddig úgy gondoltam, de utána néztem annak az egernek is, és ott meg minden review arról szólt, hogy 3 hét kötőjel 2 hónapon belül elkezdett a bal egergomb duplát klikkelni mindenkinek, úgyhogy ezt hagytam. Végül. Nem tudom, nekem haverom volt így, hogy ő megvette az egeret, és ameddig neki jó, kivételesen jó volt, addig, ameddig le nem járt a garancia, tudod? Uh-huh. És utána így megadta magát, és inkább azt csinálta, hogy
És inkább azt csinálta, hogy rendelt netről izét. Mi az a szar? Kapcsolót, Cherry MX kapcsolót. És a Cherry MX kapcsolót beletette az egérnek a gyári kapcsolójának a helyére, és ennyi. De hát nyilván te nem vagy az, aki így össze-vissza direkten csak emiatt forrazgatná szét az egerét, meg ilyenek. Főleg úgy, hogy azért frissen vásárolom, hát persze. Persze. Úgyhogy, meg nyilván nem azt szeretnéd, hogy két hétig legyen egered, két hétig ne. Én ezzel tökéletesen meg vagyok most. Ugyanilyen formájú, mint a régi? De amúgy nagyon tetszik egyenlőre, ki akarom próbálni mindenki a kodba. Meg át akarok állni 800 DPI-ra amúgy. 1002-ről. Mert a játékokban állandóan az van, hogy ilyen... Nagyon-nagyon minimumra kell venni az érzékenységet neked is. Igen, ilyen 0,1-esével kell játszogatnom állandóan. Igen, igen, én is így vagyok vele. És inkább átszorzom, tudod, ezzel a játékszorzóval. És akkor meghagyom úgy, mert nagyon nem jó. Nagyon-nagyon nem jó. Mert egy csomó játékban nem tudod eltalálni a saját izédet. Szenzidet igazából. Tudom, miről beszélsz. Hát az, hogy hát igen, hogy mondjuk van egy 10 pontos skála, és akkor a között választhatok, hogy egyes érzékenységen játszok, vagy kettesen. Az egyes az kevés, a kettes az sok. Igen, igen. És akkor kezdte meg, jó, néha vannak tizedes jegyek, de most nagy általánosságban ez szokott lenni a probléma, hogy nem tudom elég finom hangolni. Hogy Rainbow-ban tipikusan ez van, ez 0-tól 100-ig van az egérérzékenység, és én 5-ösön játszom, bazd meg. És akkor ott most mi, a 6 az már hát sok. Hát nekem is izé, nekem is így van, kódba, vagy nem kódba, BF-be. Tudod, ott százalékba lehet megadni. És mit tudom én, most én is ott gondolkodok, hogy mit tudom én, valaminél 8%. Valami nekem be van állítva. Szóval most így át kell szorzóznom mindent. Hát én erre még nem szántam el magam, úgyhogy nekem még nincsen megcsinálva, de teljesen, teljesen igazat adok neked abba, hogy muszáj ezt így átszorzózni, meg átelítgatni, meg egyszer rászánni az időt. Mert addig nem fogsz tudni egy csomó játékban normális egérszenzit beállítani. Hát most csak azon gondolkodom, hogy hogy lehetne azt megcsinálni, csak az a baj, hogy ha Windowsba feljebb teszem az érzékenységet, akkor hiába vagyok 800 DPI-on, mert a játék az ugyanúgy azért fog használni. Native-on behúzza a Windows érzékenységemet. Akkor baszhatom a 800 DPI-t. Tehát, hogy most a Windows-ba is lassabbnak kell lennie az egeremnek. Hát igen. De így is úgyis állítgatnod kell, mert nem lesz jó. Amúgy. Most belépek kódba, megnézem mi az érzékenységem, azt felszorzom 1002-vel, aztán leosztom 800-ra, és akkor meglátjuk, hogy ki tudom-e hozni ugyanazt az érzékenységet. Hát, mivel a tizedessel lehet számolni, ezért ott könnyebb. Na, majd kiderül. Vagy századossal, bocsánat. Én ezredessel számolok. Velem akartál szórakozni, kis csög? A görgője is nagyon fasza. Fú, én Star Wars Squadrons nézted? Amúgy. Fú, még azt remélem nagyon, hogy működnek az oldalsó gombok in-game. Nagyon remélem. Néztem a Squadrons, de nekem nem tudom, hogy a Star Wars játékok, úgyhogy ez nálam így a kapásból bukó.
Mi a... Mi a franc? Honnét lőtt le a gyerek? HyperX is jó egér, meg hát figyelj, nekem is amióta, majdnem, hogy amióta megvan, nekem a Cloud 2 fejhallgató van, és nekem nálam bizonyított, úgyhogy nincs kérdésem ezzel kapcsolatban. Mert egyszerűen én imádom egyébként. Tényleg viccen kívül nagyon imádom ezért a Cloudot. Milyen Strix szed van? Vagy mire mondtad azt, ember vagyok? Rock Strix fejhallgatód van? Hát viszont a 60 Hz-t kijelzőre ez elég szar így. Hát nem ott kell érzékenységet beállítani, tudod? Most nem ott lövök. Na, mennyi idő még? Most szorzózok, várjál. Azt mondja... Warzone. Warzone. És akkor úgy vagyunk, hogy... Hú, de furi. 4,5-ön játszottam eddig. 1200 mellett. Hol van a kalkulátorom? Az 5400, azt leosztom 800-zal, akkor elvileg 6,75-re, ha belevem az egeret, akkor jól beugrasszunk. Mondjuk ez nem nagy ugrás. Tehát, hogy így 4,5-ről 6,75-re. Nem is kell annyira nagyot ugrani hozzá, tudod? Jó, elvileg most itt annak a lényege, hogy sokkal finomabban tudod beállítani az egeredet. Hát elvileg most ugyanolyan az érzékenység. Akkor nézzük meg, rájoinolok. De ugye nem ígérek most semmit. Nem tudok joinolni. Mert nem engedi. De meg tudlak hívni viszont. Taktikál szupresszort megéri rátenni a zére? Megéri. Mi zére? Az R700-ra. Ja, rából a range meg az accuracy-e. Kurva mindegy a range meg az accuracy, Ventrax, mert most bagos az a sniper, és nyílegyenesen megy a lövése, azonnal ott van. Teljesen mindegy, mit csinálsz. A legrövidebb csövet is rárakhatod, akkor is azonnal ott van a lövés. Én sem tudok rá csatlakozni. És az meghal. Tehát, hogy így nincs macera. Invite-olni tudlak csak.
Na jó lesz az is. Nekem invájtolj. Invájtolj. Nincs party invitation-om. Ó, Black Piro! Te is bebújtál? Küldtem invet, nem látod? Ja, várjál már! Én alapvetően téged nem látlak online. Én látlak online. Véletlenül Pirónak küldtem el, de nem baj. Nem tudom, melyikre gondolsz, egyébként ember vagyok. Tényleg. Ki kell vennem a szendvicsemet! Pil! Addig, nézd már meg! Ember vagyok, nagyon szépen köszönöm a hostot. Beküldheted, ember vagyok. Nem látlak online még mindig. Itt vagy? Ja. Yeah. Márjál, újraindítom ezt a szart. Amúgy... így őszinte kérdésem az, hogy... jó lett a megvilágítás? Nem ég ki a fejem? Ja, mert jött update-em. Na, akkor azért nem tudtunk csatlakozni. Nekem most letöltötte az update-et egyben, ahogy elindítottam. Nekem valószínűleg most, amíg játszottam, akkor jött az update. Figyelj már, amúgy te milyen beállításokkal streamelsz? Hogy érted? Mennyire részletesen? Hát felbontás, nekem felbontás, képkocka szám, meg a bitrate az bőven elég, az cső. Mert én múltkor néztem a Twitch-en nálatok az minőségállítást, és mit tudom én, valami izét írt talán. Ilyen 720p 48 fps, vagy ja, valami. Ja, nem tudom, hogy ez miért van, mert amúgy a beállításaim 720p 60 fps. Jaj, ezt tudom, melyik ember vagyok, ezt tudom, melyik. Ez nagyon-nagyon király. Na igen, mert a beállításaid... 720p 60 fps-on állító. Nem tudom, de nincsen izéd, droppolt frame-ed, meg semmi. Abszolút, semmi. Az elején szokott lenni, amíg még tölt a játék, de utána eltűnik a francba, és a streamátra lévő részében nincsen. De egyébként rohadt mindegy, mert most meg már normálisan be fogjuk tudni állítani, hogy meglett a... Az nem attól függ. De, mert akkor kapod meg a minőségállításnak a jogát. Nem. Mármint, hogy a néző tudja állítani a jogot, a minőséget. Nem ettől függ. Partnereknek van fixen minőségállítás. Hát figyelj, én meg tudom, mert nekem amikor izé van... persze, behúzlak, Artik. Hát meg itt van Piro is. Behúzzuk Pirót is. Hello. Húzzuk be Pirót is. Piró, le van neked frissítve a játék? Na, Artik, visszahallottam a streamet tőled. Na, csak elindítottad a játékot? Persze, hát már második invite-ot küldöm. Nekem offline vagy. Levettem a stream hangját. Meghívtalak én. Mindegy, akkor elmegyek a join game-re. Na. Nem hiszem el. Jó az a játék amúgy. Na akkor hogy legyen? Mire gondolsz? Töröket a duó vagy? Trio. Egyenlőre, mert szerintem ezének Pirónak nincsen lefrissítve a játék, azért nem látom én sőt online. Úgyhogy mehetünk részemről. Úgyis én most R700-at fogom húzni. Addig húzza, még nem nerfelik lagja szíve.
És lehet, hogy berekomozós volt. Á, bár az null, az még nem, az még nagyon, nagyon nem jó. Akkor lesz már Damaszkusz. 5, 3, meg 10, 15, 18, 3 kill halál nélkül, és akkor meg lesz az R700 Damaszkuszra. Hú, most obszidiánt húzom rá. Az obszidiánt. Le van töltve? Akkor próbáld már meg újraindítani, mert én amíg elkezdtem játszani Piro, addig addig újraindítottam most, és jött ki egy 100-valahány megás update. Nézd meg azt, utána a következő meccsbe beszállhatsz nyugodtan részemről. Nekem nincsen semmi ellenvetésem, tudod? Az obszidiánt hagyom, túl sokat kell vele játszani. Az M4-et meg az MP5-t kezdtem, ezt 20-ig jutottam a 150-ből, feladtam. Én múltkor véletlen kihúztam a pilát. Obsidian-re. Hát csak véletlen. Játszottam vele simán multiba, nem is mentem rá, azt egyszer csak hoppá, obsidian lett. Ja, mert az nem úgy, hogy jöjjél, hanem az még ott a könnyebbik fajta, hogy robbantsál fel killstickeket. Húha, húha, amúgy nem sem a túlváltás, ez sokkal volt. Aj, de jó! Úristen, ez egy sokkal jobb játszik. Mármint az érzékenység, vagy a jó az egér? Az egérnek jó a formája. Jó, új egeret vették. Aha. Most nem, a régit újította fel. Kicserélte a régi egerét egy új egérre. Először nem spécizálatban veszek egy rész egeret, még egy billentyűt, ezt bedugom az Xbox-ba. Hát, lehet amúgy is. Nem tudom. Ezzel kell egy picit kéne rajta lassítani. Én amúgy megmondom neked őszintén, Dávid, én most nem azon gondolkozom, hogy 800-ra csökkentem a DPI-t, hanem arra, hogy vagy 4, vagy 600-ra. Nagyon-nagyon király ember vagyok a fülesed, de mondtam is az előbb. Vagy 4, vagy 600-ra kéne csökkenteni, mert akkor kb. Ilyen... Hogy is mondjam? Még finomabban tudod beállítani, tudod? Na, jelöljön valaki valamit TV Station. 300-ra nem húzhatod le, mert azzal már magadat basztatod szét. Mert ugye a DPI az 360 fokra van osztva. Hát tudom, értem én, de... Ha 300-ra húzod, akkor nem fogsz tudni tökéletesen precízen körbe fordulni, meg kihagysz pixeleket, azt nem szabad. De én nem 300-et mondtam, hanem 400-et. Azt mondtad, hogy 300, 400. 400, 600-at mondtam. Akkor nem figyeltem. Nem hallottam éppen, mert ugye zuhantunk. Ez egy labirintus ez a broadcast. De vagy labirintus? Csak neked. Hát... Ó, de amúgy nagyon fasz ez az egér, mert... sokkal jobban csúszik. Mert működik? Meg könnyebb. Meg mert működik úgy, ahogy kell neki. Ja, nem engedi el a jobb klikket, az elég nagy előny. Sniperrel elég kellemetlen volt. Legalább könnyebb volt quickscope-olni. Nem, mert nem jutottam el addig, hogy becélozzak. Tessék, Ventrax. Kedvedem. Kell is. Bár, hogy kell kijutnom oda. Addig elmegyek szekirolni az objektívot. Szekirolni? Szekirolni. Szekirolni. Szekirolni, meg már van sksum. Sks. És fmi? Ja, és fmi. Sks. A többi nem vicces, amit így ki lehet mondani. Ide lerakok egy claymort az ajtóba. Szerint csak squad vibe. Vizé, hogyha leteszel mellé még egy armor boxot, nem armor boxot, lőszeres ládát, na akkor vicces. Azonnal megöl mindenkit. Akkor robban a félház. Mindig azt hiszem a kurva decoy grenade-re egy rendes gránát, faszom. Dávid! Nem.
Itt egy sks. Nem kell egy sks. Jézusom, de jó fegyvereket kaptam. Nagyon-nagyon finom sks. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni művelni sniperrel. Célozni. Meglőni. Meglőni, tényleg. Mert a régi egérrel is egész jól tudtam sniperezni, de kíváncsi. Mire gondolsz, Piro? Lemaradtam valamiről. Hát SKS, sniper. Knockout drop, jól hallottam? Loadout, mi a knockout? Ezt mondtad. Loadoutot mondtam. Én kajak knockoutot értettem, mondom, mi a franc az? Itt egy jobb... Hát amúgy megmondom neked őszintén, hogy ismersz, nem vagyok egy tökéletesen jó alvó, úgyhogy... Egy tökéletesen jó ember, mi? Az már részletkérdés, részletkérdés. Vegyek knockout droppot? Vegyél. Hát nem tudom, gondolkodom rajta, hogy kell az nekünk 4 perc. Szerintem nem. Sajátunk. Szerintem nekem nem kell. Ja, 24 órásra emlékszem, hogy egyetlen egy ember, aki haluzott, az izé volt, az Arctic volt. Az én voltam. És hülyén tudok behalúzni egy embert az ablakon, azt a helyesre értem. Svesz magán a selfie wipe-kitet, figyeld! Tényleg? Aha. Elkötött 8000 dollárt magára. Nem, csak magamra. Ja, New Wave-i. El ne nyomjad. Ne, hát... Szerinted miért vettem? Lopnék oda. Várjál, megcserélődtek a izé. Mi az, hogy elköltöttem magamra izét 8000 dollárt? Az az én pénzem volt, jó? Az mindenkié, mert a földön volt! Mindenkié, mi ez? Kommunizmus? Down egy! Gyertek, mert itt egyet downoltam. Hát itt a házban egyet downoltam. Na, az fasza. Én meg lent vagyok. Mindegy, menj hátba. Bár szerintem a felszedték őt. Szóval inkább nem megyek még egyszer. Most szedik. Hallod? Hallom, igen, most szedték fel. Aha, felszedték. Aha, jó, letartom a lépcsőt. Jövök, akkor jövök. Már látom, hogy itt végzed a dolgodat, jövök hátba. Letartják ugyanazt a lépcsőt ketten, egyik ne törtösi, hogy Alex. Legfelső lépcsőn. Van egy flashbangem, majd azt eltalom, hogyha úgy van. Jövök vissza. Legfelső, ahol szerintem mondani. Ahol már a létre van, azt hiszem. Nézed a folyosót, Ventrax? Néztem, igen. Kepeli. Kapd a shieldbe. Lépcső? Igen, tört a shieldje. Köszönjük, fót megyek. Fent a létre. Itt van kettő, előttem. Nice. Okés, Piro. Amúgy sokan vannak, 4 legalább ott vannak, úgyhogy 2 team. Szupac. Fixen 2 team, engem hátba lőttek, meg a folyosóra 2 rohant rám szembe. Na, egy team wipe. Szerintem mennyi innen. Nem már, ott van egy csomó jó cuccom, meg pénzem, meg fegyverem, meg minden. Van a... Na, Dávid, a cucc. Csak azért, mert... Igen, tudom, én azért nem beszélek. Csak engem kell fentre szólalni. Mehetek oda, vagy? Az vagy, még vannak ott. Én nem mennék vissza. Fie, 30 másodperc lesz, jön a cucc.
Ott van. Ott van, ott van a... Ezek nem látom. Ne ölj már meg, buzi gyerek! De hallott, pisztollyal törtem. Tudom, hogy rásegítettél, de törtem. Tető, nem? Ja. Szép. Jesus, mit tör az uzival? Jó az uzi, én szeretem. Na, gyors, bye. Az szép volt. Köszönöm, szép. Meg is jött jó az az egér, adom. Gyors, bye. Mint tetszik dupla, double bye. Milyen egeret vettél? HyperX. Ja. Jöttök. Én elfelejtem a középső nevét. Pulsefire FPS Pro. És hány DPI-ja max, ja? Jó, sokan úgy, de most nem jut eszembe fel. Hát a mostaniak már ilyen tízek körülre szokták általában, úgyhogy nem vagyok meglepve annyira. Nekem tetszik. Felvettem a loadoutom. Nekem elég ez az 1200, ami szokott lenni. Ezért mit tudsz venni, Dávid? Motion boxot? Ja, persze. Múcióniás boxikát. Ammunition box. Igen. Munitions box. Mucókás boxocskás. A tűnik, vagy Pali. Hol, mi, hol, ja. Na, nem sniper, ezek már csak három lőszer van. Mi? Ja, rossz loadoutnál vagyok. Akkor egy biztos van abban a házban. Itt van a tetőn, abban a cuccba esett bele. Ugye az öntrex abban a házban még lehetnek. Nekem az a jó. Hozzak lőszert kell? Aha. Ne, gyere ide! Itt van bent a izém, itt van bent a régi hullám, az összes lőszeremmel. Nem, már ledobtam. Szóljatok, ha nyomjam a UAV-t. Nyomd el, én kíváncsi vagyok, Egyedül van az épületbe. Akkor menjünk, lényegjük már ki. Tetőn van? Tetőn volt, ja. Jobb oldalon volt. Most már bal oldalon van. Beugrott épületbe. Rá is lőttek a túloldalról, úgyhogy más is vadászik rá. Felmenjünk le, Clear. Azt a Jézusom ezt, hogy ellőtt. Leesett az összes gránátom, amit feldobtam oda. Én letartom, de nyomjátok. Várja. Benyitott ajtó. Ja nem, te nyitottál ajtó. Én voltam. Várja, Dávid. Még mindig fönt van a tetején? Én nem látom, szerintem visszabújt. Várja. Nem van-e abban a kis négyzetben, az a kérdés. Azt nem tudom, nem látom, szerintem. Vagy le van guggolva, vagy visszament. De ebben van Mentrox. Mibe? Tudom. Felülüres. Itt. Jó, akkor ez szobában lesz. Van két stunom, úgyhogy megoldjuk. Nekem is. Megyek lentről Harbi cenzorra. Aha, eltaláltam. Ó, baszd meg. 22 méterre. Jó, nice. Neki dobtam az arcának a stunt és visszapattant rám. Én pont nem kaptam, úgyhogy... Úgyhogy én meg leszettem, bocs. Nem bő lopni akartam. Mi csináljunk? Itt lőttek le a sniperrel, azokat próbálom megkeresni. Hova lősz? Lőttem egyet véletlenül. Ki akarom próbálni ezt a snipert, na most elvileg nagyon broken. Ez SPR? Aha. 1700? Nem, R700. Lehet, ilyen zsíregyenesen mennek most, a lövések és azonnal ott van. Most vagy négyszer nem találtam a gyereket, de lehet, hogy ez én vagyok béna. Oh! Ez hol? Jelölj már! Jaj, megöttünk helikopter, ez nem jó. De hogy nem, kilövöm a heliből, hol van? Eszéld. Én dánoltam a kocsiból a csávót ott. Hát az itt nem szedett ki. Hát te megyek rá a kocsira, hát dánoltam. Törtem az összeset. Törtem. De most milyen lőszerrel lövötte azt? Azzével, a magnum lőszerrel. Ja, de az mivel van a magnum lőszer? 50-es szintem. Ja. 50-es szinten. És az nyíl egyenesen megy minden lövés.
Oké, egyet megöltem. Dánoltam a kocsiból. Megyünk, megyünk, megyünk. Itt vagyok már. Hol volt ez, akit ledánoltál? A híd alatt. Híd alatt? Belasszott a híd alá. Ja, előttünk. Nézem már bit szenzort. Nem mutatom. Nem lesz elég messze, nem látsz elég messze. Lőnek valahonnan. Jobbra volt, messzebb. Látom őket, látom őket. Egynek tölt a shieldje. A farának tölt a shieldje. Down. Jó. Megyek hátba, megyek hátba, megyek hátba. Down, kettő down. Oké, okay, jövök hátba. Meghalt. Dávid megölte. Ott van még! Jesus Christ. Down. Azt a kurva, hogy játszik a csávó. Minden lőzerével dárul egy csávó. Kurva jó ez az ambó. Szép. Még van. Hát ez kurva jó. Ott esik egy gyerek. Hol? Be van jelölve. Várjál, leszedem. Csak nyisson ernyőt. Nem találtam. Már... Törve? A faszom, nem felgabolt. Ez! Azt mondja törve! Egy kiégek! Kurva jó ez a sniper, úristen, ez nagyon vicces. Hát mondd már a loadoutodat. Ezért, tök Ani... mindegy mit csinálsz a sniperrel, csak tedd bele az 50-es szintű magnum lőszert, és azonnal így működik. Srácok, el kéne indulnunk befele. Megyek. Kell valakinek armor satchel? Mert ott van. Már van nálam. Nekem is van. Ja, nem ebben a hangerben van a csávó. Eszélyed, ugye, szóval se tud a gyerek. Hívják ott vissza a társát. 45 méterre. Itt a hangi. Ott van esik. Láttam. Tört a shieldje. Terpekics mögött. Egy buy stationnél kamion mögött. Down. Megvan egy down. Szép, kamion mögött. Az down-os a kamion mögött. Hát ez jó van, elintézitek. Megoldottam. Hát Jesus, jó. Hogyan játszasz ez az egérrel, bazzeg? Nem az egér. Nem az egér, a broken. Jó, meg ezt jelenti az, hogy az é. De nekem is 50, vagy 338 lupa meg, azaz? Aha, lapua. Hát de igen, nekem nem adja, akkor lapa. Nem van prisoner's nekem. De egyébként azért tényleg csak célozz rá valakinek a fejére és kattints, és semmi más nem kell csinálni. A controller nem olyan könnyű sniperezni, vagy csak hát, jaj. Hát biztos a controller miatt van amúgy. Szevasz Cyber! Nem, legit, hát most bazzik, kurva nehéz a kontrollerrel pontosan célozni. Az is durva, hogy egyáltalán PC-sek ellen így tudod hozni. Hát nem feltétlen csak PC-sek vannak, de amúgy inkább hallottsz beszólástak, mint izének. Hát, én soha nem szólok be senkinek. Ja, tényleg a beszólós az én vagyok, ja nem? Szóltok majd a Na ez az új, ez a Precision Airstrike, a FMI, meg a SKSS. Oké. Az milyen messze van? Kélőd be. Nem mindegy, fejre céloz. Nem, az a baj, hogy ez a sniper, ez hatástalan 450 méter után. Megvan, down! Down! Lőd ki azt a gyereket! Megy a precision. Kilőttem, 379 méterről. Beküldtem a házba a precision. Jó, én elindulok egy közelebb. Felrobbant az autó és belehalt. Hallod, ez kibaszott broken. Most felvettem egy klippet, ahogy konkrétan a fejére kattintottam 380 méterről és egy lövésből meghalt. Oh. Csak down volt és kill confirmed volt. Mindjárt megnézem mennyi kell a izéhoz. Ott jön egy, ott esett egy gyerek. Ja, késő, már nem tudtam rálőni. De még fenn van a tetőn, ott nézeget. Nem találtam el. Kinézett, aztán visszabújt. Menjünk rá, menjünk rá. Új, új! Down. Oké. Okay. Szembe velem! Mondom. Húzom előttünk, magam! Előttünk, húzzad, védelek sniperre. Snapchat menyedet. Tudják, hol vagy. Armorozok egy picit. Menjünk távolabb. Innét menjünk fel. De előtt az összes gránátját, úgyhogy... Snapchatját, úgyhogy több nem lesz.
meghalt. Jó, meghalt egy, akit én megöltem. Mit kapott Hedget-től? Ezek duó volt? Team vibe. Hát ja, csak hogy ketten voltak, összvisz. Nem, mert én egyet közben downoltam mizéval, Precision-nel. De itt még kéne lenni embernek, nem? Ott van még egy csomó cuccom, hogy ez nekem kéne, mert nincs armorom megfelelő mennyiség. De itt van, itt van, itt is van. 28 másodperc. Jó, elindulok, mert amúgy itt van legalább 3-4, meg egy nagy izé. Tele vagyok armorral, meg hoztam egy maszkot is, úgyhogy jók vagyunk. Nekem is van maszk. Viszont, nem tudom, nincsen egy jó avunk? Nincs. Szelfivel vettem. Piro, miért izé? Mi az az extázis? Miért van extázisod? Most úgy érzem magam egy kicsit, mint hogyha ez ilyen streamer squad lennénk. Ez jó. Milyen squad lennénk? Mint egy ilyen streamer squad lennénk, akik... Figyelj, streamernek én nem laggolna másodpercenként. Ezt élik. Hát én nagyon-nagyon élem ezt a ezét. Ott megy a heli. Ja, hogy úgy érted. Hol a heli? Tegelj rá. Ha 300 vagy 400 méteren belül van, akkor kilövöm belőle a pilótát. Első műző. Áh, 400. 390 km. És követem. Ha kilövi... Áj, mert szedem a helit amúgy. Dávid inkább ott! 280 méterre a tetőn. Nem látom. Nézzem. A fától. 110 felé, 115. Ott ugrálgat. Nem látom őket én se fáktól. Áh, de izi, fekete rózskinnel jön. Alig látszik a fa mögött. Leugrott. Arra van valahol. Leugrottak mind a ketten. Egyik jobb oldalra, másik előre. Ne menjünk arra. Ha valakire akkor az majd sokat segít itt a fák között, mert nem látok senkit. Fenn van még tetőm. Látom. Down. Köszi meg. Kill. Mögöttünk. Jönni fog. A körrel jön, de egyedül van szerintem. Ki tudja. Nézem herbit szenzort. Most szerintem a bomba fog elbújni. Halt. Jó. Egy lövésből halt. Hát. Keci. Már még ott van a bank tetején egy. Bank. Nem látom a fáktól. Ja, én sem látom rendesen. De az már nincsen benne, nem? De benne van. Még ott van a tetején egy pali. Ott a gyerek! Down. Menjünk rá! Jesus, mi ez a sniper, te? Kurva jó ez a sniper. Itt nincs kedved valamikor Warzone. Nyomatjuk majd ember vagyok. Majd a bétát Cold Warba majd nyomjuk. Remélem kiadították a hibákat, ami miatt mondtam, hogy szar a Cold War. Nice. Amúgy nekem kéne a loadout droppon, mert még mindig egy uzival. Sniper Northeast. Northeast, az hol a fasz valahol. Szembe. Szembe. Látod a csillogás? Ott vannak ketten. Hol? Aha, látom, lődöznek. Srácok, gyertek vissza ide, mert most felhúzta a társát itt a buy stationnél az egyik. Buy stationnél lent? Egyik down. Melyik buy station? Annál? De gyere! Ezeket szedjük le. Jó, csak egyet downoltam mellettünk, balra, amit jelöltél. Jó, de buy stationnél nulla cuccos lesz a csávó. Vigyázz, mert lehet ráugrik a loadout dropra. Vagy egy jött, jó van. És hol van? Kurvára most vettek vissza valakit, úgyhogy nem tudom hova lett. Láttam a piros jelzést. Az a baj, hogyha visszavették, akkor bárhol lehet igazából. Ahogy nagyon-nagyon szar helyen vagyunk, nagyon-nagyon szar helyen vagyunk. Pont átbukott a izén. Nekem kell a loadoutom, várjál, ezt kiveszem, és akkor mehetünk tovább. Jó. Kiveszek egy góztos. Várjál már, a sniperedet add már ide akkor. Nem adom oda, hát. Ja, jó, oké, azt hittem, hogy ezért. Csak a primary-met lecserélem. Igen, eljöttem. Itt jön be, kölnék. Láttam. Következő meccsbe odaadom neked, jó? Meglátjuk. Ráfutok oldalra. Én megyek jobbról. Egy down.
Szedj! Várjál, elmenjek be, hagyj menj! Ja, jó. Felhúzta magát itt a gyerek. Felhúzta magát? Megvan. Megvannak? Jó, oké. 11-en élnek. Hú, ez legyen vim. Csak el ne szóljam magam érzem. Nem kopogtad le. Várjál. A csávónál itt van a Broken Sniper szerintem. Hát, nem tudom milyen lőszer van benne. Hú, nem! Nem tudom honnan. Én tudom, jelöltem. Jó, ja, oké. Okay. Csak gyors hílelek. Le vagyok bámolva, húzom magam. Nézzél ki legalább. Oha, ott jön. Jön a gáz, srácok, jön a gáz, menni kell. Csak itt van egy tört fal. Egy down. Jó, ne, várj, fuss a izével. Jó, a downosat nem fogják tudni felhúzni, mert meghal a gázba. Ott jön a fal mögött. De vigyázzatok, itt a fal használjuk a falat. Ezt az nézem Herbie szenzorra. Megöltem azt, akit ledownoltam, már csak egy ember van itt nekünk balra. Itt fog befutni szerintem. Húsz! Nyomj. Húzom én, menjél, nekem van maszkom. Pont beértem. Jöttek. Nagyon óvatba, ez itt jó hely, srácok, ne siessünk. Meg kéne menni a okay. repülőroncs közé, nem? Ott jönnek, ott. Down. Azt a kurva szép. Nice. Tört. Down. Nice. Jó, menjünk beljebb, mielőtt még nem csukódik ez a szar. Elmegyek a mentőautóig. Törtem, arra a baz irányba vannak ketten. Oda küldöm az airstrike-omat. Ah, jó napom! Felszedtem magát a csávok, akit lelőttetek szerintem. Self-revival-ok. Köszi. Nincsen shieldem. Egy halott. Nem látom őket. Hol vannak? Fogalmam sincs. Ketten vannak még ellenünk, nem? Úgyhogy óvatosan. Igen. Igen, még kettő. És ez valószínűleg abban az irányban lesz. Itt van. Tört. Az egyik az nagyon hites. Dobom a stun. Egy down. Stun. Bestanoltam őket. C4. És... Ott van! Azaz! Vin. Geci, első meccs. Szép! Első meccs az új egerrel, srácok. Úgy tűnik, hogy ezt nagyon meleg szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Azt, ez mi volt ez a meccs? Hány killet lett? Na, itt nézzétek meg a végén, hány killem lett. GG! Ezt most nagyon megeresztettem. Ez kibaszott kemény volt most. Köszi, ember vagyok. Menj már! Ez nagyon jó meccs volt. Hát ez kurva jó volt. Mert még egy, azt is hozzuk le. Várjál, nézzük. Az a baj, nem tudok mit csinálni, mert a Broken Sniperrel, Dávid, mindenkit leszed. 15 kill, Jesus! 11... Hallod, mennyi? Várjál, 26, 32 kill. Ez most geci nagy volt. Hát a Broken Sniperrel elég easy, nem? Hát ez kurva jó ez a sniper, úristen, nagyon élvezem így a játékot. Egy leave game-et nyomja, csinálok egy új loadoutot. Csinál egy új loadoutot azével, a Broken Sniperrel. Na mondjad, milyen loadoutot van? Mondom, Várjál, battle pass, igen, weapon, oké, mondhatod. Állíts le azért, keresés, megvan minden, keresés. Maxos. Na, nekem úgy néz most ki, hogy Monolithic Suppressor. Igen. ZLR Asp Barrel. Igen. Tuck Laser. Igen. A Variable Zoom Scope. Igen. Meg a 338 lapúa. Jó. Oké. Akkor ezzel kipróbáljuk. Ez így nagyon baszó így most. A lapu az ammunitionnél lesz majd. Aha, 50-esen? Igen, majd az 50-es szinten. De egyébként a 29-es szinten... Várjál már, barret tegyek rá?
Az első barát, nem ami... Éri meg, nem éri meg, hát az kell, hogy minél gyorsabb. De elvileg a range az jobb. De nem érdekes a range. A range az azt változtatná, hogy mekkora az esése a golyónak, de itt nincs, úgyhogy tök mindegy. Mi az, hogy mi a fa? Mi a fa ember vagyok? Mire gondolsz? De Ventrax, az összes nagyobb kaliberű lőszer broken ezen a sniperen, tehát majd a 29-es szinten kapott lőszer is ugyanilyen egyenesen repül, csak kisebb a damage-e. Az nagyon sokat nem számít nálam, ugyebár. Hát, hogyha fejre lősz, akkor nem. Jézusom, ez milyen mesód, ezt is hozzuk. Neked el vannak. Neked el vannak mentve a vodok, ugye? Ventrax. Persze. Hát ez gyönyörű meccs volt amúgy. Az utolsó kettőt még jó lett volna. Mindjárt megnézem mekkora a gépigényen Warzone-nak, azt lehet letöltöm PC-n. Sokkal jobb lenne ott játszani. De miért nem teszed fel inkább a izét? Miért nem dugod be inkább a billentyűzetedet? És hát komolyan. Egyelőre most nincsen, most figyelj, most... Van de hát, hogy... A gépeden mi van? Egy ilyen laptopi, hát az meg egy ilyen, az is ilyen trusztos Tesco csomag valami. Hát szóval és ilyen... akkor mi, és mi van? Legalább bedugod a gépre azért, azt úgy játszol, mint mi? Az nem számít, hogy milyen márka, basszus. Na, majd megpróbálom. Teljesen lényegtelen. Nincs itt, azt az Xbox. De majd ezt közelebb húzom, ami az Xbox-on, és akkor úgy jó lesz. Jaj, basszus, Piro, ne haragudj, elfelejtettem. Akkor már megint tévésztésem a bevált. Ne haragudj, Piro. De nem is írt a Piro egyáltalán, hogy ja, sikerült a patchet letölteni, készen állok a játékra, stb. Valami jelzés volt el? Nem, csak így írta a Newtown, hogy na akkor ennek a gamenek is mindegy, vagy valami ilyesmit. Hát akkor mondjuk jelezze már, hogy jó, sikerült beállítani még ilyenek. Hát még ilyen erővel még mindig töltheti a patchet, meg valami ilyesmi. Hostile dropping, jönnek. Jönnek a helikoptert, meg elviszik. Vigyázz, Dávid! Azzal fognak megölni minket. Ez benn van. Hát most, ez köszi. PP bizonnal kezdve. Oh. Aj, Istenem! Ja, hogy ez a két köcsög együtt volt, és lesúgta a helikopteres a másiknak. M13. Ventrox útszín pozni. Most veled szembe! Középről ment ki egyébként, jobbra veled szembe, de... Ja, egyszer a Ricoja miatt eltál fel, és meg is haltam. Ja, ennyi volt? Megjelent az cső? Amúgy végig a izét a lábamat lőtte csak, mivel M13-mal volt a Ricoja, felhúzta neki a fejemre. Na, Dávid. Találjuk ki, hogy merre kéne menni. Tényleg az engem is érdek, azt nem tudjátok, hogy majd a Modern Warfare-be lépő CP-det vagy pénzedet át lehet vinni Cold War-ba? Biztos, hogy nem lehet átvinni, azt szinte soha nem lehet átvinni. Soha, minden kódba külön hát, volt. WW2-ből át lehetett hozni, mert Black Ops 4-be is, ha vettél, akkor MW-be is megvolt. Hát jó, akkor még az Electronic Arts-nak nem volt annyi pénze, tudod, meg kell tartani a vásárlót. A Electronic Arts izének Treyarch-os volt a izé a Black Ops, hát igaz? Én nem láttam soha példáját annak, hogy át lehet vinni, de én nem is vettem annyi kodpontot, hogy ezt ki tudjam tapasztalni, és nem is vettem meg annyi kodot. Tehát elképzelhető, hogy át lehet majd vinni, de én ezt nem tudom. Ja, hát én mennyit költöttem erre a játékra? Egyszer megvettem Season 2 a Battle Pass-t, az 3000, mert megvettem a Nikto Bundle-t, az 6400. Na Dávid, hova menjünk? Fogalmam sincs, gondolkodom. Ne nézzük meg ezt. Ott megy a heli vagy, alatt. Vagy fixen izé. Alatta? Alattam, hogy a heli. Rászálltak a Most Wantedre, szóval most van esélyetek elmenni. Ja, itt volt az a heli. Na igen. Akkor menjünk arra. Itt is vannak a sárga jelenleg. Akkor menjünk vissza tévére, mert ott csak ketten voltak, nem? Mondom, már lehet, hogy elmentek helikopterre.
ha szerencsétek van. Szerintem igen, de mindegy, mert ott voltak ezek szerint, tudod. Hát ha ezt nem volt idő, annyi, nem volt annyi idejük kilútolni teljesen. Viszont hegyen lőnek téged, titeket. Ne, ne, engedj már be a kurva élet! Hát, ezek végigfutottak ennyi idő alatt azon a szaron? Volt bőven idejük vagyunk be. Azért annyira nagyon-nagyon sok nem. Rákeresek a Warzone gépigényért. Videókártyáddal lesz probléma egyedül, a többi ok is. De azzal biztos. Most a videókártya igény az pont változik amúgy nagyon sok helyen, úgyhogy egy csomó weboldal nem is fog helyeset írni. Mert ugye bejött az Nvidia Reflex. De ezáltal csökken a gépigény, vagy mi? Aha, hát a videókártya hát az... Hát figyelj, itt azt írja, hogy jobban teljesít. Ajánlott gépigény 2970-nel futtatja, és nekem 960-on van, szóval... Hát jó, hát 9... Sok, van olyan is, hogy 1050-nel játszik, úgyhogy... Ezt hogy csináltad? Úgyhogy le volt baszol oda egy ezé, egy mine. És a későn vettem észre. i5-2500, nekem 9. generáció van az i5-ből, meg 16 GB RAM-on. Elvileg futtatna. Hát a 16 GB az minimum. Hát az benne van, meg GTX 960, amit az ajánlott gépigény, mert a minimális az 670. Meg i5-9, hát elvileg futtatja a vonlátájhelyem. 175 giga? 225. Most én azt mondtam 225, jaj. Hé, random gázmaszkó. Nem mondod. Nem fog elférni az a szar egy ke... Nem fog elférni az a szar a 250-es SSD-men? Már most tették ki a két, hát tegnap írtam be chatre. Én azt hittem, azt csak poénból írtad. Nem, de hogy poénból, ez tényleg igaz, kitették egy csomó oldalba hívva. A fresh install az elvileg elfér, de hogyha le akarod pecsülni, vagy egyszer lepecsülöd, akkor nem fér. Hát, ja, akkor ezért kellett fresh install csinálnom a múltkor, hogy rá tudjam tenni a patchet. Valószínűleg igen. Hé, hey, nem, nem teszed izét? Nem veszed vissza Pyro-t? Vagy a izét? Ja, de simán. Pyro-t? Artic-ot. Ja, de most itt most nincs PlayStation. Oh, shit. Há, úristen, hol van a legközelebb? Itt van a baházból harcok, szóval hagyjad. Én addig nem megyek el, Nahari, de ideig elmehetünk. Downtownban van a legközelebb. Így a gold skin. Ja, hát ezt muszáj voltam megvenni rá. Azt mondja, idézném, nem költöttem sokat a játékra. Codpointra. Hát, ja, mert a Battle Pass-ből te itt farmolgatod a codpointokat. Hát de ja, én is érdekes. Én is farmolom, érdekes, mindig pont annyi codpoint gyűlik ki, amennyi pont elég a Battle Pass-re. Nem, ez egyáltalán nem igaz. Mindegyik ilyen 1003-1006-ot ad körülbelül. És csak 1000 kell a Battle Pass-hoz. Özébe is így van, Apex-ba is így van. Hogy több pontot ad, és így mindig egy kicsit több lesz, ha meg akarod lenni a következő Battle Pass, csak az előző Battle Pass nem csináltam meg. Kipróbáltam, hogy Xbox-ra átvittem PS-re az Activision accountomat, hát ugye a játék az természetesen multiplayer, az nem lesz meg a sztori, meg a CP-t nem marad meg, szóval az nullát fog mutatni. De ha visszalépsz ide, akkor már megvarod a CP-t. Szóval csak PC-n átmenetileg fogok játszani, mert ugyanúgy megmarad minden skined, meg minden hülyeséged, de a CP-t nullázza, ha átvezet az accountodat. Jó, ez itt nem hulla. Két, ezért elhult. Akkor azt fel is szedem a lootját, hogy nem. Köszi. Jaj, ez nem, ez nekem nem kell, fúj, undorító. Hát akkor nem veszem fel, nem megyek loadout dropra. A út közepére, köszi szépen. Tesó, nem is lehetné jobb játék. Veszem is ki a Broken Sniper-t. Én is.
Nekem van most sniperem, de attól még kiveszem a snipert, mert fejleszteni kell. Droppoljam neked? Ventrax a broken sniper? Kell. Kéne, hogy tudjam fejleszteni. De nézd csak, itt van egy ilyen, itt van egy... Ott van előtted! Bent lesz az ajtónál! Srácok, jelöltem, tegelem! Kérlek, ne robbanj fel, Nagyon nullos vagyok, nem tudok mit csinálni, baszki! Pont amikor kiveszem a lóra. Annyi oldalról jöttek, hogy nem tudok mit csinálni. Még egy kör belefér. Kijöttem a loadoutot és eltűnt a láda, bazd meg. És nem volt vezetéked. Hát így nem jött. Na, nyomjad a... Plagyagent. Meg már 603 damage. Egy kérre, az jó. Még egy meccs, aztán már arra megyek. Szóval akkor szerdán legyen kód. Nem kell itt túl bizonyos, szerintem. David, kódozunk négyen. Vagy mi legyen? Ti fogtok streamelni? Tudod, ja, Ventrax, eddig vedd meg a multit, és akkor még jobb lesz. Na, az lenne ám, tuti-tuti. Hát, hogyha jönne Fizu végre. Ja, most megnézem neked, mennyibe kerül. Enebám, ez a legolcsóbb. Drága. Dehogy drága. Dehogy nem. Novemberben jött ki, én karácsonyra megkaptam 17-ért. És az neked nem drága? Hát olcsóbb, mint a 22 alapára. Hallod? Mindegy, nem fogom részletezni így, hogy elköltöztem otthonról, jó? De most leavelted, vagy? Nem, hát én arra várok, hogy nyomjál valamit. Ja, miért én vagyok a lobby leader? Igen! Oh, my bad. Nem vagyok ez én 51 euró. Na, 51 euró, az kurva sok. Hát én 45 érve. Jó, mondjuk az a 6 euró az azért annyira nem nagy differencia. Miért hallgattál el ennyire, Dávid? Nem, mert miért? Mert olyan faszt mondja. Nem, az csak izé, csak így hirtelen így megszűnt a hangod egy másodpercre, egyik másodpercre a másikra, mint hogyha megszakadt volna. Aztán tudom, hogy milyen billentyűzettel meg egérrel kezdjek, mert nem akarok azért egy 50 ezer forintos Razerrel kezdeni, vagy Jézusszal, vagy nem tudom mivel. Ilyen egérrel? Hát én most tudok egyet ajánlani. Én is tudok egyet ajánlani. Mennyiért, hogy ér? Hát én ezt most 14-ért vettem. 14 csak, azt így nyomod? Bár ez az embertől is fog, nem csak hát jó, nem az egér. Az egér nem számít semmit, hogyha nincsen semmi skilled. Már nem azért. Hát ja, hiába vesz az ember 50 ezerére egeret, hogyha nem tudod. Jó, elkezdődött. Nem számít semmit az 50 ezres egér, hogyha nincsen semmi game sense-ed. Ja, tudom. Úgyhogy... De valahol el kell kezdenem PC-n is játszani, mert most már meguntam a konzolt, most el kell kezdeni PC-n. Jó kis izé PS5. A játékok egyenként 30 ezer forintot. És akkor PS6-on meg már 50 ezer forintokért fogunk játékokat venni, vagy mi van? Hát az infláció, tudod. Holnap felhúzom azt, hogy az volt. Kipróbálom ilyen. Ja, jó, amúgy. A snapshot minéddel elég OP. De hát én most ezután egy pár percre megpróbálok ezét. Vagyok, már én amúgy sem nyomom sokáig, mert már annyira nem érek rá. Úgyhogy... Menjünk hangarba. Battle Royale. Ez az új szó? Battle Royale. Hát nem hallod, hogy mondja, Battle Royale. Tudod mi a jó, amikor multiplayerbe a afganisztáni teammel vagy? Az mi? Vagy ezt mondja? Hogy hangja? Aha, a hangja a leadereknek a multiplayerbe, azok nagyon jók. Nekem azt tetszik még, amikor azt mondja, hogy Planda. Planda. Jönnek mögöttünk. Remélem Superstore-ra mennek. A mellettünk lévő hangárban... Ah, ez itt a rajtam!
Ne! Kettő érkezett rám vágott, kettő pedig egyet dánoltam. Ha, megint én halok, meg elsőnek ilyen nincs. Ezt nem hiszem el, kifogyott a golyóm. Elfogyott a lőszer, baszki pont. Pedig lelőttem volna, kellett volna figyelni. Na, súgok. Neked balra. Mi ez a kus? Mire gondolsz? Nagyon nagy csendben. Ja. Hát figyeltem, mert leszettem egy gyereket. Bocs. Ott is van egy. Nincs a sniper lőszerem. Futkosnak hátul. Egy pillanat. Ebben az épületben vannak. Ebben? Az jó. Uh-huh. Ebben vannak itt mellettünk. Akkor Uzi elő. UMP. Shotgunja van, na, hogy lelőjön. Faszom ki van. Törtem. Kettő shotgun is kivégez. Én is törtem az egyiknek. Az a baj, hogy be akartam menni, hogy neki már úgyis elfogyott előszere, és akkor meglepem. De akkor kiugrott pont a shotgunos. A második. Papírt. És ez itt tök szopó volt. Abban a házban vannak shotgunnal és egy AK-val. Ott futott mellette, balra! Mindegy. Konténer mögött. Nézd ki! Van pofája lőni, bezd meg. Sehol sincsen shotgun ammo, nem hiszem el.
Most szerintem jó idő van, amúgy. Nem fáztam. Még semmi. Meg nem volt sem elegem, semmi. Vettél? Elvileg egyedül van az épületben. Bazd meg! Honnan a faszból jött az át? Mindegy. Ja, még én gulágozok? Nem hiszem el. Itt vagytok, srácok? Ja. Yeah. Mindenki azt nézi, hogy én szenvedek? Nem jó helyen van a loadout. A legjobb helyen van a loadout. Azt akarod mondani, hogy neked nincs egy fully loaded classod ilyen esetekre? Nincs. Csalódtam benned. Baszki rossz klassz! Pigúf. De legalább van tune-upod. Tényleg, tök jó. Most sem tudom, mire jó. Meg se néztem egyszer se. Ez nem mondná azt, hogy ez nincsen kilootolva, ez a szar. Erőj neki. Hát értem, de nem néztem be eddig. Jaj, de jó fejek vagytok. Hiszen pont ebben nincsen ghost, a másikba lett volna. És mi nincsen egyedül? Á, erdőszer, de jó. Srácok! Azt a de beszart! Jailbreak, jailbreak, jailbreak! Ennél jobb hírt már nem is fogok ma hallani. Figyelj csak, akkor legyél olyan kedves, vándoroljál abba a házba, ami rálát a loadout dropokra, mert oda fog esni a félvilág most. És csinálj nekünk fedező tüzet a loadout dropokra. Meg lesz. De beszartam tőled, te gyerek! Leállt a szíves. Nem is kell! Jó helyen vagyok itt. Nem vagy jó helyen, mert nem látod a loadout dropot. Miért ne látnám? Nézd már ide! Akkor ráugorjak, vagy ne? Hát én ráugrok. Hát jó, akkor én is. Fia, miben fogadunk, hogy meghalok? Miben fogadunk, hogy mind meghalunk?
Ja, nem jön velünk senki. Mindenki kilépett és kirédzsölt. Hát vagy három loadout dropom úgy itt. Add ide a jó sniper közt. Nem jön senki. Ezt hozom. 5 golyó az pont 5 kill. Na, neked. Nekem egy 0 egész. Egy armor lesebzés. Hát na, valahogy meg kell oldani. Amúgy dobjunk össze pénzt motionba. Vagy nem, ebben az épületben van, nem? Melyik épületben van motion? A következőben... Nem tudom, hogy hol lehet amúgy. Én is, de be kéne menni. De tudok adni sniper lőszert. Van 40 most már. Nekem SMG kell, meg sniper. Nekem assault rifle, meg sniper. Vajon, itt van. Jó, az assault rifle már nem kell találtam. Hoppa, kitöltél meg hol? Aztán... Kicsit ilyenkor beszélünk. Mind a három menok! Nagyon jó vagy, tényleg. Nem tudok lecsúszni ebbe a fosba. Baszódj meg! Ja, te lementél hozzájuk? Igen, ott van egy. Down egy. Nekik is az OP sniperük van. Ott van az én mögött, a pirosnál jelöli. Inkább lőd le, ne húzz fel. Ott is volt egy Ventrax. Ők is azért használnak lapuát. Jó, mára megyek. Köszi a gémet. Hát mindegy, egy nyolcsot kurvára megnyertünk, szerintem az rendben volt. Még mehet? Hello. Hello. Mi? Még megyünk egy duót, Dávid. Kilépünk? Ja, persze, menjünk. Ó, de jó, hogy van Bujenód. Van még azért dupla XP? Ja, már nincs. Oh, shit. Mi a franc az? Az kemény. És nem vitted el a sor kiemelőidet? Ja. Szia, Dávid! Üdv. Mi a helyzet? Üdvözöl, lehetetlenem. Mi? Úgy. Laptopra? Ja, hogy engem alulról lőttek ki. Kis szemétek. Szemétek. Mi soha? Gyerek unferül játszik. Amúgy, tudod, hogy csináltam szort fényt a lámpámnak? Eliraktál egy papírlapot. Aha, ráragasztott egy papír. De amúgy jó lett, nem?
Aha. Teljesen jó. Adogatom. Én most felraktam egy plakátot a falnak azon részére, amik ki vannak égve a faszba a lámpától. Hogy ne legyen kiégve. És így most már csak te vagy kiégve, igaz? Ja, hát én már az még évek óta ki vagyok. Nem tudom, hol kéne menni, úgyhogy találj ki valamit. Tönkre. Boneyard, vagy a szar. Ide. Ó, jó, legyen. Tetszik, nem tetszik. Conley R700. És még le is tudnánk hozni. Ja, csak kéne két loadout drop. Vagy kétszer ki tud venni. Kivenni egyet red dottal, egyet meg sniper scope-pal. Ah, ja, megyek a másikra akkor. Bocs, már becéloztam, nagyon is odaérkeztem. Nem baj, hát most átjött a másikba, nem tartott semmibe. Na, most két shotgun. Látom, te is olyan sikeres vagy, mint én. Már van egy ksss nálam. Na, a selfie life kit. De lenne jobb. Itt hagy... Ja, ezt hagytad itt. És nem szólsz, hogy van itt egy Z-kar? Ja, sorry, nekem állam már van, és így kikapcsolt az egyem. Szerintem amúgy nyomthatjuk. Én amúgy azt várom, hogy ha kijön a Cold War, akkor mondjuk legyen egy jó akció ezen a játékon. De az a baj, hogy a legjobb akció valaha az azt hiszem ilyen 30-35 euró volt, és ez is csak egyszer fordult elő. 45 euróért láttam leárazva már egy csomószor. De hol? Én még sose láttam annyit. Ezért Battle.net-en kurva sokszor le volt árazva 45 euróra. Mindegy, én azért... Hát azért én abba bízok, hogy most jön a megjelenés, ugye? A Cold War-nak, és akkor hát ha így lejjebb viszik az árát valamennyivel, tudod? Nem fogják. Az Activision, meg az híres arról, hogy nem viszi le soha az árát a korábbi megjelenésére. Bounty-t felvegyem. Még a COD 2 is 30 euró, bazd meg. Steam-en. Ja. De legalább 30 az lehetne. Ez. Nem így egy 30. Akció erejéig. Emberek. Jelen. Bounty. Nyugodtan. Ő az. Ledownoltam. Elindultam. Confirmed, megvan a bounty. Na. Teljesen jó. Kaptunk pénzt. Nem fogják, de 45 euróra tutila lesz majd akciózó megint, mert ezt rendszeresen csinálják. Segítesz egy picit? Ne! Ketten vannak, bazd meg! Két squad. Baszd meg, 6 irányból lőjetek már, geci! Igen, amúgy most nagyon sok helyről lőttek. És hallod, a csávót, akit meg elkezdtem hátba lőni, az meg túlélte. Mert az AK az ezzel a hangdombítós alapszarral, az broken, mert annyit sebez, mintha egy izével vízipisztollyal lövöldözném. Én szerintem az AK-t hangdombítóval. Thank you.
Mi a fasz? Semmi, a gyerek az így ugrott ki be és instant lőtt. Hát prefire szinte, tudod. Na hajrá! Ja, hogy te véglegesen odavesztél. Hát, ja, ott van tőled a csáv, aki kinyírt jobbra. Elálltok, mi a fasz kezdjék vele? Dobd le egy pisztolyjal. Hozzávágom, ja. Te kocsit akarsz most? Nem, ezt az ajtót. Ezt a fegyvert nem szeretem, ezt a kilót. Véges sniper. Én nagyon bejövős nekem. Mert olyan, mint a... Nem, mint az M4. A régi M4. Nem tudom, nekem úgy annyira nem jön be. Artik, hogyha megmondod, hogy mennyi volt a izé... mennyi... mi az? Mennyi deb volt a 24 óráson, akkor megkapod. De ami már a jó választ elmondtad egyszer, segítek. És az nem az volt, nem az a szám volt. Ja, baszki. Most nézem, hogy feleslegesen jövök erre. Nem. Még egy esélyt adok. De már, hogy nem tudok lemenni a... Jó, hát ez... Ja nem, még talán meg lehet... Nem. Menj! De volt a legrosszabb irányba jöttél. Nem baj, nem bőgöm beérek. Minek kell armor? Hát figyelj. Értem. Legközelebb légy, ne legyen már ilyen necces. Hát akkor nem lenne elég izgalmas a játék. Ja, értem. Senki nem figyelte a debet, srácok. De viccen kívül. Én csak úgy csináltam, az cső. Szedjél össze még 300 dodót, aztán kibékülhetünk, Dávid. Próbálkozom. Kezdek éhes lenni. Nem, nem, nincs közel a 25-höz. Aki, azok a között a két szem között van, amit leírtál eddig. Ott volt balra tőled. Láttam. Nála biztos van 300 dolt, kér kölcsön. Tudom. Jó van. Tippeket várom. És akkor, ha ez az utolsó tipped, akkor erősítsd meg, és akkor a stream végén el is mondom. Na, ott a 300 dodó. Meg egy kis apró pénz váltó. Amit lagolok? Nekem mostanában csak stream közben szokott ilyen problematika előfordulni, hogy valami annyira nem stimmel, tudod? De tényleg olyan, mintha így megakadna a játék, de nem számítógépes lag, hanem internet lag. Azért hozzátenném, hogy ahhoz képest, hogy milyen netem van, ahhoz képest nekem is jóval magasabb a ping, azt tudod.
Még akkor is, attól is leszámítva. Kurva mindegy, hogy milyen neted van. Nem, feltétlen. Hát figyelj, én beljebb megyek. Menjél. Nem tudom, haltalizzunk. Már csattog a sniper. Hit? Ennél? Hm? Nem tudom, én most soha rakod életem tudom. Nem sok. Remélhetőleg. Mert? Jaj, nyugi már. Ott vannak fixen. Hát ez 200 méter nekem. Ez mindegy, megálltam, ezt megvárom, amíg beérsz valameddig. Ezt megmondod, hogy hova érkezzek inkább. Hát ha tudsz lootolni, akkor lootolj. Hát az a baj, hogyha ott vannak, meg ott jönnek, kocsival, meg ott pont az épület tövébe lőnek. Ó, egek. Ez így elég nagy kaki. És szerintem a Broken Sniperje van. Most lehívtak itt elettem egy loadout droppot. És itt az épület tetején vannak. Nem már, baszki. Ott is vannak. Akkor mégis hova menjék? Hát nem tudom, ez az egyedüli, ami tisztának tűnik, de ez meg ki van lootolva fixen. Nem, ott is vannak, bazd meg! Így lehet pazarolni a 3000-4000 dollárt. Hát szerinted tehetek róla, hogy van egy kurva broken sniper a faszom játékban, azt nem tudok leérkezni se úgy, hogy legalább a környékeden legyek valahol és tudjak fegyvert felszedni? Viccelek. Fú, fasz ki van. Játszani akarok azzal a kurva sniperrel, ennyi. Itt van előtted lent. Hát akkor miért nem tudsz egy kicsit csendben maradni, hogy halljam, hogy hol nyílt az az ajtó? Csak annyit hallottam, hogy nyílik az ajtó. Azt hittem fent nyílt egy emeletet feljön. Hát de én hallottam, hogy földre érkezett. Én nem hallottam, mert éppen azt magyaráztad, hogy milyen broken a sniper, amivel azelőtt megnyertünk egy meccset. Hát nyilván, de attól függetlenül akkor nagyon szíthatom, hogyha lelőttek. Úgyhogy kurvára nem tudtam még leérni se, hogy... Legalább megnézzem, hogy hol tudok lootolni, na mindegy. Na jó van, srácok. Szabad a gazda, uraim, hogy mennyi deb volt a streamen? Na. Á. Kereken 50 volt, uraim.
Hűen srácok! Milyen lenne találni egy olyan kibaszott pályát, ami... Igen, tudom, ember vagyok, hogy írta. Ne izgulj, tudom, végignéztem, láttam a csetet. Csak beszeretném bizonyítani. Tessék. Itt van. Ott is írja. 50 kérés, 3 nappal ezelőtt. És ugye ez tegnap előtt, ami már a szombat a vége. Úgyhogy itt van az összes deb mindenkitől is. Adjak VIP-et, Artik. Tényleg? Nagyon-nagyon szeretnéd? Na, nagyon szeretnéd? Igazságszolgáltatás. Na, mennyire nagyon szeretnéd, Artik? Hát nem tudom, amúgy. Kiérdemelted? Az a baj, nem, szerintem nem volt elég killed a vines meccsen amúgy. Amiatt nagyon erősen gondolkozok rajta. Nem ért el a 2 számjegyet. Nem hagyott, Dávid? Nem tehetsz róla? Hát akkor sajnálom. Akkor Dávidnak mond. Na jól van, srácok. Életszöld, Han. nem is mondod rosszul. Tehát a 11 az még több ember vagyok. Az nagyon-nagyon sok. Nagyon van, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem. Szerdán találkozunk. Aztán... Remélem, ha már csak így egy kicsit a színhőmérséklettel, meg a fényel tudtam játszani a webkamerába, így az már, az legalább valamit ért is, legalább jól néz ki, vagy jobban néz ki. Úgyhogy... Hát nem tudom, szerdán találkozunk, nem tudom még mi lesz. Úgyhogy addig is hatalmas pacsi mindenkinek, sziasztok!